uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek! Hello Feri, hello Jani! Jó reggelt! Hello mindenkinek, drága hallgatók! Itt vagyunk, és már szerda van. Így van, és kezdjük rögtön azzal a fél mondattal, ami Balázs száját hagyta el, az előbb a szignálunk hallatát. Ezt is már hányszor hallottunk. És igaza van. Igen, milliószor. Ha egy-egy dalcímet fölírnánk, akkor igen, is így rovátkáznánk alatta, tudod, a ötödik az áthúzós, mint a Böriben, akkor azért már tele lenne a fal. Így van. Egyre csak 10 dallal. Annyiszor nem mehet, mint egy huligán szám, de hogy egyébként tényleg nagyon sok. De az jobb is, érted? Kemény. Vár már egy-két újdonságot, hogy néha szólaljon meg az is, mert jó, jók ezek a dalok, csak annyiszor hallottuk már, hogy... Csabinál vannak újdonságaink, kérlek szépen, ott sokat hallgathatod őket. Igen. Ő mindig mond egyet-egyet nekem, ami új. Azt nem értem, hogy nem kerül ide, vagy hogy kerül ide, vagy hogy nem. Ezt nem értem. Micsoda? A dal, az új dal. Mert itt Csabi azért két hetente hoz egy újat. Vannak neki régi kedvencei, de néha így meglep bennünket egy-egy ismeretlen előadó névvel, fölkapjuk a fejünket rá, és soha többet nem hallunk róla. Magyarázkodhatunk miattuk biztos. Igen. Ez mondjuk igaz. Na mi újság van, én nagyon rosszakat álmodtam, hogy elraboltak gyerekek. Na, elraboltak gyerekek, ráadásul gyerekek raboltak. Nem. Valószínűleg elolvastam tegnap ezt a még este hülye vagyok, mert mindig rámegyek egy hírekre, és egész nap ez az isztambuli történet járt a fejembe, és még ezzel feküdtem le. És hát nem tudtam mást álmodni, mint ezt egyébként, hogy elraboltak, és az volt az érdekes az álomban, hogy mindig megmenekültem. Mindig megszöktem, és a végén úgy szöktem meg, hogy valami pályaudvaron rohantam, és elkaptam egy taxit. És a taxiba beültem, hogy menekítsen ki, mert hogy menekülök. Erre a taxi megfordult, és visszavitt az elrablókhoz, mert hogy kiderült, hogy ő is az elrablók ember. Arra két kulacsos mosszáv. És szörnyű volt, mert így hátrakötötték a kezem, lenyugtatóztak, tehát ilyen teljesen beteg, nagyon durva álmom volt. Még láttam a tűt is, és még azt is éreztem, hogy szétfolyik a világ, és most én aludni megyek. És miközben ők megbeszélték, hogy mi történik, hova mennek, hova visznek, volt ott egy nő is, egy táskával, aki elköszönt tőlük, hogy jó éjszakát. És még azon gondolkoztam, hogy milyen fura, hogy ők itt laknak, és hogy a rendőrség nem találja meg őket, miközben ő elmegy. Őt valószínűleg bejött a munkahelyre, elrabolt engem, ez volt a melója, hatkor meg megy haza, és elköszön a többiektől. Nő rabolt el? Nem, egy nő volt az, aki elköszönt a bandától. Aha. És még néztem, hogy kinek van fegyvere, el tudom-e venni, de nem értek hozzá, ugye, hogy kell lőni. És oda itt egy csávó oldalon, karon szúrt egy injekcióval, és ott vége volt. És ezt álmodtam, és minden részletre emlékszem. És az utolsó mondat, amit hallott el, az volt, hogy mondtuk, hogy fogad el az ajánlatod, Balázs. Na, jó. Akkor. Nem, az volt, hogy váltságdíjat akarnak, értem. Nem tudom, igen, de hogy szóval szörnyű volt. Figyelj csak, és az injekció stű után elaludtál? Próbáltam küzdeni, hogy ne aludjak el. Tehát próbáltam azon dolgozni, hogy éber maradjak, ne aludjak el. És de ott lett vége az álomnak, hogy megkapod az injekciót. Megkapom az injekciót, igen, és ott úgy olyan volt, mint a bedrogoztak volna, szétfolyt a valóság, és aztán el kellett, hogy aludjak, és az elalvás járt magával a felkeléssel. Aha. Jó, mert akkor kezd a tűvel este, hogy lefekszel. Tű, alvás, és onnan folytatódik. Fú, nem tudom, fölkavartak ezek a dolgok, valószínűleg azért álmodik az ember ilyen hülyeséget, mert minden, ami vele történik aznap, azt utána beleviszed az álmodba, ugye? És megálmodod, vagy kiálmodod magadból. Figyelj, most már álmod tovább. Próbáld meg, ezt nem akarom, ez nem volt jó. De ezt le kell zárni, ezt a sztorit. Nem volt jó. Járj utána. Bosszút kell állnod. Érted, ki kell derítened, ki vagy te, Jason. Az a baj, nem voltam Jason. Tehát teljesen az a baj, hogy nagyon élethű volt, nagyon kiszolgáltatott vagy, nem tudsz mit csinálni, és tudod, lehet, hogy itt a vége ennek a történetnek. Tehát, hogy hátrakötött kézzel térdelsz, odajön egy csávó, belenyom egy tűt, kicsit még ott próbálsz, hogy ne aludjál, és vége van. De a menekülés az elképesztő volt. Lépcsőházon kívül, pályaudvarokon, míg végre leintesz egy taxit, és azt hiszed, hogy megmenekültél. És akkor visszavisz. És ezt csak fegyveresek állnak a taxisok körül. És hogy... nem voltak ismerősök a banda csapat, csapat között? Senki nem volt. Senki nem volt ismerős. Mondjuk Gáspár Győző, vagy ilyenek. És nagyon érdekes volt, mert nem magyarul beszéltek. Nem magyarul beszéltek, de mégis értettem, amit mondanak. Ez a legfurább az álomba, hogy egyikőjük sem valamilyen arab nyelven beszéltek, vagy valamilyen arab nyelven beszéltek. De hogy már? Várjál, és mindent értettem. És azt is értettem, hogy a csaj arab nyelven köszön el a többiektől, hogy ő lejárt a munkaidő, ő elmegy köszönni szépen.
Mondom, ez milyen korrekt. Hát jó, és nem találnak, nem találják meg a rendőrök, hogy ők itt így élnek, és engem elrabolnak. Meg lejárt a munkaidő, köszönöm szépen, hogy napi 8 órában ember rabló. Igen, tehát amikor álmodom, az álmodáson belül, az álmodban még magadban gondolkozol. Tehát több szintje van a dolog. Az a jó egyébként, hogy tényleg nem volt jó. Nem volt jó. Amikor van egy álom, és akkor így látszólag tök logikus az egész, van benne egy sztori, ami számodra is úgy tudatalat követhető, és akkor így bejön egy ilyen teljesen oda nem illő, ilyen teljesen szürreális elem. Hát az egész az volt. Az egész az volt, igen. Én egyszer közösültem például egy oroszlánnal a farkán keresztül. De várját. És ez soha nem fej, de hogy... úgy, hogy a farok volt a csatlakozási pont, mint a Naviknál. Igen. Az avatart, de igen. Nem az a baj, hogy, illetve nem az a baj, akkor megelőztem egy picit az álmom koromat, mert hogy ez hosszú évek akkor volt, és azóta se felejtem. Ebből csinálták az avatart, a te álmodból. Lehet, hogy elkapták az álmodat, igen. Elveséltem valahol. Nagyon, nagyon vártam, hogy fölébredjek. Most nem tudtam magam felkelteni. Ja, hogy álom közben? Álom közben, igen, nagyon nyomasztó volt. Mert tegnap még este híreket olvastam, és mindig megfogadom, hogy már nem. Csak lefekvés előtt az ember még átfutja a telefonját, és ott még megnyitotta mindenféle oldalakat, meg elolvastam a híreket, ugye az isztambuli robbantással kapcsolatban, ugye az ember akarva akaratlanul elolvassa, és valószínűleg ezzel a gondolattal feküdtem le, és aztán az agyam ezt így adta le valahogy, hogy belekeveredtem egy olyan történetbe, hogy ott terroristák elrabolnak. Tehát szörnyű egyébként volt. Egyébként ez a legjobb pillanatok egy ilyen emberrablásba, amikor vagy egy ilyen kis afférban, nevezzük most így, jobb hiány, amikor még megvan az utolsó egy-két tiszta gondolat, de már érzed, hogy csúszol szét. Tehát, mint amikor a műtőasztalon vagy, és akkor mondják, hogy kezdj el számolni, és akkor mindjárt hatni kezd. Hogy például Feri nála nem volt ilyen, hogy ezért, ne legyél puha, ez az én köröm, és akkor utána így szétcsúszott. Nem, soha, mert nem csúszunk szét, tudod? Vagy hát az már nagyon reggel van. Na igen, szóval talán fura volt. Na mindegy, ti jól vagytok, minden oké mindenkivel? Jól, hát leszámítva azt, hogy korcsolya volt reggel, tehát hogy az mindenki felhívjuk kedves figyelmét, hogy szerintem rettenetesen lehet fagyva az út. Amúgy az SMS-ekből azt látom, hogy az ország különböző pontjain is már erre lehet számítani, hát én korcsolyáztam befelé. De mi volt, ormos eső? Nem esett most éjszaka, csak ráfagyott. Csak rájött ez a pici, igen, a nedvességre még rájött ez a kicsi hideg, de ami van, nem lesz annyira hideg. Van nálad frotirokni a cipőre? Hogyne volna. Azért, persze. Tudtam, hogy számítottok rá. Valamelyik nap megállt annyira előttünk a víz, ahogy elkezdett olvadni, így hirtelen az a, hát ez a nem túl nagy mennyiségű hó, ami leesett, rájött ez a meleg, hogy azon gondolkodtunk, hogy reggel a gyereket úgy indítjuk majd az iskolába, hogy nejlon zacskókat húzunk majd a lábára, mert nem lehetett kijönni a kapu. Fú, de rosszul fogja érezni magát, megy ott egyedül nejlon zacskóval a lábán, tudod, mi iskolába baktatnak a gyerekek, hogy megy kérni nejlon zacskóval, ne tegyétek ezt. Neki inkább szöges cipőt, bakancsot, bármit, csak nejlon ne tegyétek a lábára. A sarkon, ahogy bekanyarodott volna, és már látott távolságon kívül, rögtön tépte volna a lábára. Mert ugye már abban a korban van, amikor nagyon-nagyon könnyű nagyon cikis helyzetbe hozni. Hát ezzel aztán apám megpláne. Zseniális ötlete volt. Ennél már csak azt mondta, hogy 2,5 literes tejezacskót teszel a lábára. Tehát, hogy kijöntöd belőle a tejet, és akkor azt egyszer luxra rátekered a lábára. Tehát, a legjobb, a legviccesebb dolog, majd, amikor rájöttök majd, amikor egy kis tinédzser lesz majd a gyereketek, amikor egy idő után azt veszitek észre, hogy cikivé kezdtek válni a számára, és ez annyira szórakoztató, hogy elkezditek gyártani majd az ilyen cikis helyzeteket. Az egyik ilyen legjobb, amit csináltunk, mert mi direkt utazunk ezekre a dolgokra, mert látjuk a virágon annyira, hogy nagyon jól néz ki, ilyenkor meg nagyon-nagyon bírjuk, amikor látszik rajta, hogy tök kínos neki a szituáció, hogy milyen cikik a szülei, hogy amikor jönnek hazafelé a kis barátaival, meg osztálytársaival, akkor elmennek ugye a ház előtt. És azt csináltuk Mónival, hogy kivittünk egy-egy széket, és kigrültünk. mint a falusia. Igazi szemét vagy. És jó, mondtam Mónik, gyorsan hozzad, már jön. Kiültünk, és így ültünk. És nem köszönt nekünk egyszerűen. Tovább. Lesütött szemmel bement a házba. Nem mondott semmit, látszott rajta, hogy irgalmatlan, kellemetlen érzi. És legalább hangosan dumáltatok róla? Mert nem, még... nem, csak néztük. Mint amikor a mamák meg a papák ülnek a ház az előtt klasszik, és várják. Hogyan tegyük tönkre a bizalmat gyermekünk és közöttünk? Ez jó, te is jó fej vagy ezzel a kiüléssel. A legnagyobb. Annyira kellemetlen érezte magát. Az menő. Majd rámegyek én is. Most nekem is 67 a Benni lassan, úgyhogy most már elkezdődik majd ez, igen. Eljön majd a pillanat, amikor már nem lesznek olyan menők a szülei, amikor már nem hozzád fut, amikor már nem azt érzed, hogy te vagy az Isten, hanem Justin Bieber. Justin Bieber, mi lehet Justin Bieber? Justin Bieber, már most reggel, vagy úgy általában mi van? Figyelj, hát Justin Bieber továbbra is tolja ugyanazt a vonalat, amit egyébként tolt. Tehát, hogy ő hiába ígérte magának, azt hiszem, a Rosszban ígérte meg, amikor Rommá égették, hogy
hogy meg fog változni, és akkor már nem az lesz, aki régen is nem ez cikk, és nem fog szégyenhozni senkire. Na most a legutóbbi sztorikvel kapcsolatban az, hogy mit például felment a Machu Picchura, és a testőrének a jelenlétében, és egy szál alsónadrágban ugrált több ezer éves romokon, egészen addig, amíg a biztonságiak mondtak neki, hogy ugyan szálljon már le, mert hogy arra nem nagyon szoktak egyébként felmászni, és mondjuk nem akart leszenni, el kellett erőszakkal távolítani őket, míg a testőrök mondjuk próbáltak meg egy picit ellenállni, mert ők ilyen nagyon lojálisak a mesterhez, vagy a főnökhöz, de egyébként még mindig itt tart a csávó. Nagyon menő. Egyszer alsónak legbogra. Nagyon menő. Ez egyébként valahol tetszik. Egyébként miért ne? Szóval így tart. Hát elmegy, igen, utazik. Nyilván egyébként a testőrök felvitték a hátukon, mint emlékeztek rá annak idején, a kínai nagyfalon volt egy ilyen kirándulása, és akkor is ugye megfáradt már, hogy túl nagy volt. Hát persze, hát ez a dőlésszög azért az kikészíti a popsztárokat, és a testőrök vitték fel a vállukon. Nyomorult, úristen. Nagy. Az menő, mikor húz a testőröt hátán, mint egy kis maki, mint Yoda. Luke Skywalker nyakába. Luke Skywalker hátán, igen. Na, nézzünk gyorsan egy-két SMS-t, hogy mi a helyzet a hallgatóinkkal, mi a helyzet az utakon, kinek hogy indult a ma reggele. Van, aki már játékra jelentkezik, aztán Pécs-Mohács a főút szakaszosan lefagyva, ketten már az árokban az Orsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Balázs, nézd az álom pozitív oldalát, megtanultál még egy idegen nyelvet, papino. De még csak érted. Vagy az Alfán plusz 5 fokot mutat, már ez is elromlott, kérdezi Árpi. Árpi nem romlott el, nekem is plusz 5, sőt, a városba beérő 6 fokot mutatott. Tehát én se tudom a fagy okát, és a csúszás okát, mert közben meg nincsenek mínuszok. Tehát bőven enyhe tavaszias időjárás szinte, hát. Így kora reggel. Januárhoz képest legalábbis mindenképpen tavaszias. Hát a pinteki disznóvágásra szerintem elfelejthetjük a havat. De, igen, nem lesz, lefújták a havat? Nem. Nem. Ajde, jó lett volna, hogy szakadóban. 20 centiget mondtak, hogy 15-20 centi hó fog esni hétvégén, semmi? A Mont Blanc-on. Tehát, ja, nem. Hát nálunk nem. Mármint arra. De hideg lesz? Hát, szó. Az a baj, hogy pedig olyan jó lett volna. Jó lesz az így is, mondjam. Persze. Mégis, ha valaki kint aludna, érted, nem a szobában, akkor... Korán élünk le, akkor nem akarok lemaradni a lepényevésülök meg a sángbafutásra. Igen, ad lesz állítólag mindenféle. Bementem dolgozni, felhúztam magam, hazajöttem. Velem ne szórakozzon. Így végre élőben tudom hallgatni az adást. Puszi, Dóri. Dóri, tök jó. Tök jó. Ezt így kell csinálni. Írd meg, mi történt. Igen, reméljük megéri. Igen. M9-es autót, M6-os felhajtójára, 80-as tábla mellett ott az objektív. Széna a WC papír. Árus küldte nekünk, köszönjük szépen. És még 6 óra után jött pár perccel, hogy Nyírbátortól Nyíregyháza felé tükörjég az út, úgyhogy jött is mindenki vigyázzon. Ezt Mede írta. Na, hát így alakult át a ma reggelünk, hol csúszik, hol nem csúszik, az időjárás enyhe, de mégis az utak csúszósak, úgyhogy mindenki vigyázzon. Mi pedig mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ugye tegnap, felhívtuk a Gábor atyát, aki úgy tartott misét, és hát tegnap óta most már ugye erősen kell vigyázni, mit mondunk, nem Isten tisztelet mise, nem mindegy, hogy bizony. Hogy hol kinél mit említesz. Bár valószínűleg 10-ből 9, na jó, 10 ember értett, hogy miről beszélünk. Persze értett, hogy miről beszélünk, igen, csak az evangélikusoknál van ugye az Isten tisztelet. Uh-huh. Náluk ugye misét kell mondani. Megtaláltak? Lehet, hogy ők voltak az állók, mert erre voltak. Lámpát körözni. Az evangélikusok, igen. Erre voltak, hogy tanuljuk ezt meg. Csak meg miről beszélgetni? Szóval Gábor atya az, aki egészen új felfogásban tartott egy misét, és mi felhívtuk tegnap, hogy meséljen nekünk erről, hogy került egy misébe a Star Wars, hogyan kezdett fénykardozni, és mit szólt ehhez az ő hallgató közönsége. Úgyhogy ezt megmutatjuk, aztán jövünk vissza mindjárt. Meghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét van pontosan. Ez itt jó, vagyunk. Ez vagány. Nekem nagyon szimpatikus továbbra is az, amit az atya művel. Lassan misére jársz. Nyilván a legszimpatikusabb az volt, hogy a Luka kedvence, nem? Ja, igen. Miket, ugye ismerve az észjárásról. Még elérhetetlen távolságban is van. Ugye? Igen. Más vonalon mozgunk, de itt volt egy nagyon finom kapcsolás. Mindig szeretjük, akinek a Luka kedvence. Nem, hát az a nincs. Annak viszont szerintem mindenki örül, hogy a Star Wars nézte meg, és mondjuk nem a Szürke 50 árnyalatát. Például. Egészen másfajta mise lett volna. Na, hogy állunk játékkal? 2-0. 2-0. Ja, és nekünk. Igen. Bekezdtük az évet. Drága hallgatók, jelentkezzetek játékra, ha szeretnétek játszani, írjatok SMS, jó? Ha van kedvetek, persze. Gyorsan egy-két SMS még. Pomázról Budakarászra beérve mérnek a Jardok, Zolika írta nekünk, illetve Ajka és Bakony Gyepes utána Mulk után mérik a gyorsajtókat. Ezt Nyekka
küldte. Köszönjük szépen. Fél hét múlt, egy perccel jönnek a hírek, mi pedig jövünk a játékkal a hírek után. 6 óra múlt pontosan 50 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, mondhatnám, hogy 10 perc. A 7 óra egyszerűbb is lenne, de hát sosem könnyítem meg a saját életemet. Azt mondja, hogy nézem, hát vannak csúszós utak, igen, két autó csúszott árokban 32-es úton, Jásztelek és Altán között. Aztán Gyöngyös felé Tükörjég már az út, az M3-as 70-es lehajtójánál, kamion az árokban, nagyon csúszik, 24-es futár Pisti küldte nekünk. M3-as 114-es kilométertől baleset és hatóságmentes 3 fok, 3-a 70-es kilométernél rendőrautó figyel pozícióban Pest felé. Nógrád megyében a Dejtári elágazó után 3 autó az árokban a Jeges út miatt, Krisztián üzeni nekünk, valamint Nyíregyháza határában Nyírbátor felé két versenyző tetőre tette a gépet, Renault Megán és Nissan Navara. Megint medve voltam. Aha, valóban csúsznak az utak. Úgy látszik, országos a jelenség. Országos a jelenség. Az enyhébb időjárás ellenére talán ezt tévesztett meg egy-két embert, mert hogy valójában nincsenek mínuszok, vagy hát a legtöbb helyen nincsen mínusz, de minden esetre tényleg csúsznak az utak. 2-0. Bizony. 2-0 ide. 2-0 ide. Hát van-e még bátor ember, aki bemerészkedik hozzánk? Hosszú évek után még mindig. Még mindig akad, aki úgy érzi, hogy legyőzhet bennünket? Gyertek be, próbáljátok meg bejönni. Van-e bátorságotok itt játszani velünk az oroszlánszagú barlangban? Nem oroszlánszagú a barlangban. Vagy az oroszlán barlangjában. Az oroszlán barlangjában. Van-e kedvetek játszani? Na megnézzük. Megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Halló, sziasztok. Hello. Azt várjál, mert lapozok mindjárt. Gábor, hello Gábor, jó reggelt. Sziasztok. Hova mész, merre tartasz? Éppen Vács felé, csak félreálltam az M2-esen, amíg veletek beszélek. Ja, rendes így vagy. Is kell. Vác irányába tartasz. Uh-huh. Így van, igen. És mit szállítasz, vagy mit viszel? Hát cukrászati és ilyen pékségeknek alapanyagokat, meg szállodákba, éttermekbe, különbözőféle árut. Alapanyagokat gondolom én. Uh-huh. Hát igen, meg azért késztermékeket is. Késztermékeket is. Jól van. Kivel szeretnél játszani? Hát én azt hiszem, hogy az éttermi múlt, meg így az ismerettség miatt a Ferivel. Jó, majd kérdezek. Jó. Kiderítitek a játék alatt. Mehetünk? Igen. Na. Azt hiszem, igen. Na figyeljetek akkor, Jani. 3, 2, 1, fire. Ismerjük egymást, Gábor? Azt hiszem, hogy egyszer voltam az éttermedben. Jaj, de rendes ez tőled. Köszönjük szépen. A egyéb kapcsolat nincs? Nincsen. Jó, akkor szeretnék így a kérdezni. A telefonszámon kívül nincs. A telefonszámon? Tudod a telefonszámomat? Mármint amúgy nincs telefon. Ott volt, nem. Én is így foglalkozom. Éj, de szép portferim. Ájj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 j
biztos egy a telefonszámunk. Ja, nem, igen. Ne haragudj, Gábor. Gábor. Ott volt egy nem. Igen. Igen, az első csapdát, amit szintén magadnak állítottál, még sikerült kikerülnöd, de ne. Igen, az tök jó, de hát a második nem sajnos. Köszönjük. Ne haragudj. Köszönjük a játékot. Ciao. Köszi magadra. Hello. Így akkor, tehát 3-0. Ennyi. Első hét kié? Miénk. Nem? De. Nem rossz. Hát behúztuk az első hét. Behúztuk. Igen. Jól állunk. Így van. Ha ilyen lesz az egész év, akkor rendben vagyunk. Majd a végén földobjuk meg. Persze. Nem, múlt éve se dobtam föl, már púlok én. Igen, de nem vagy a régi. Nem vagyok már régi, nem dobtam föl. Na, azt mondja, hogy Isaszeg Nagytartsa között árokba borult autó a csúszós út miatt. Józsi küldte nekünk. Három autó karambolozott a Népligetnél a rádióval szemben, és ez emiatt nem lehet közlekedni a szélsősában. Ez Sheriff küldte nekünk. Valamint Öttövény és Lébény között a 140-141-es kilométer szervénynél két autó az árokban, ott is csúszik. Mindenhol csúszik. Mindenhol nagyon-nagyon óvatosan. Bizonyán. 5 perc a pontosan 7 óra, Ákos újra elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim!
öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk egy jó kis Michael Jackson után. Michael Jackson. Ő jó volt. Ő tényleg jó. Hát jó volt, igen. Hát, de mindig jó, még mindig jó, de hát szegényként már nem él, de még hát a zenéje az sokakat megmozgat. Jó zenét csinált. Jót. És jó gyerekeket is. Bár most nem tudom, hogy próbáltam meg átfűzni egy másik témát, nem tudom, ezt hallottátok, vagy olvastátok, hogy Prince-ről kiderült, hogy már mint a kis hercegről, Michael Jackson fiáról kiderült, hogy valójában, vagy valószínűleg nem is ő a papája. Michael Jackson igen. Gyerekének igen. Nem ő az apja? Igen, a legidősebb fiúról. Hanem... Nem tudjuk, hogy ki. Hát aztán, hogy tudjuk, vagy tehát sejtik, de hogy ő valójában nem is vér szerint. De igazából a fiút ez nem érdekli, mert ő ugyanúgy édesapjaként tiszteli Michael-t, hát én is nyilván. Hát te is úgy tisztelnéd. Bárki szólít a papának, dollármilliókért, bárki szólít a papának. Csak a thriller után. Tehát az összes többi zene. Úgy hívlak, ahogy akarod, ha dollármilliókat adsz nekem. A papa, Pepi, Daddy, Bubu, Papu, amit akarsz. És te is mit hívsz, ahogy akarsz. Buksi. Amit szeretnél tényleg. Buksi, gyere ide, menjön a... Amit szeretnél, bárhogy hívják. Lábhoz, akármi. Azt hittem, ami durvább szorít mondasz, hát most nem ő az apja, hát a sztárvilágban azért ezek naponta derülnek, hogy nem ő az anya, nem ő az apja, félrelépett, nem ő, hát a Jackónál hát ki tudja, hogy egyáltalán van-e igazi gyereke, nincs igazi gyereke. Beültetés volt, nem beültetés volt, képes volt-e arra, nem volt képes. Én nem tudom, annyi mindent hallasz a Jackóval kapcsolatban. Hát ott hogy... már ugye maga az anyuka szerzés is elég érdekes volt a sztori. Tehát is, ha már megszerezted egy ilyen anyukát, egy béranyát, akkor miért nem vagy te az apja, akkor hogy került oda még egy férfi? Igazad van tulajdonképpen. Furcsa. Hogy na mindegy, csak azért mondom el, hogy így már volt nyilván bocsánatos bűn, hogy annak idején mert a hotelnek az ablakának kilógatta, és mégse saját. Hát azt is kicsit túlfújták, igazából nem volt az annyira durva, amit ő csinált, egy pillanatra megmutatta, és utána visszavette, hát abból is micsoda felháborodás lett. Pedig annyira nem volt durva, emlékszem, egy maszkban, piros felsőben talán kiállt egy Németország, vagy nem tudom milyen hotel ablakába, és kilógatta a gyereket. De hát minden, nem akart nyilván kidobni, csak megmutatta egy pillanatra. Megmutatta, bolond volt kicsit. Persze, bolond volt, de hát a zsenik ezek ilyenek. Hát persze, abszolút kattant volt. Azt mondja, hogy gyorsan közlekedési híreket nézzünk, mérnek a parasztok, ne így. Ne írjatok már ilyeneket, légy. Érik a parasztokat. Maximum, de ők se parasztok. Hát, igen, ne bántsuk hát őket, ez a dolguk, őket oda kivezénylik, hát nem, tényleg. M1-es hegyesalom felé a Lébényi előtti hídról mérnek. A rendőrök, én így mondom. Jó, azt mondja, hogy Balassagyarmat előtt már 7 autó van az árokban. 5 autó az árokban a 22-es úton Érsekvadkert után Dejtár előtt, már nem csúszik az út. Szönyben mérik a Tatabánya felőjövőket, ezt Szati küldte nekünk, valamint Győrújfalú között 5-ös karamból. Hoppá, félpályás útzár, Gázos Petya üzente nekünk. Jászapáti és Jászjakhalma. Jászjákóhalma. Terepjára az út közepén rommá törve, személyisérülés nincs, rendőrök még nincsenek a helyszínen. Ezt is Joci küldte nekünk. Lefagyásmentes az M3-as Pest és Nagyfüged között, nincs is baleset, a Bohóc üzeni, és Isaszeg Nagytarcsa között az árokba borult autó lassítja a forgalmat. Hát ez ma nagyon keménynek tűnik. Egyre több a baleset. Ez durva. Ez a plusz 4, amit kiír a kocsi, az nincs. Az zavarja meg az embereket szerintem. Igen, mert azt gondolod, hogy nincs fagy, és mégis. Igen. Tudom, hogy így egy picit később jöttünk vissza, ugye, mint ahogy egyébként szoktunk lenni szabadságról, év elején, de arról még egyáltalán beszéltünk, hogy mit kaptatok Karira. Hát ezzel most megleptél. Nagyon. Vissza kell rázodnom. Már bontjuk a fát lassan. Igen. Szokásosakat, nem? Szerintem. Sapkas elkezdjük. Nem volt ilyen. Volt valaki ennyire vicces, hogy hozott sapkát. Nem. Senki nem adott sapkát. Ez kellemes csalódás. Nem repültek rá. Nem repültek rá a sapkára. Semmi extra nem volt. Aranyosságok, kedvességek, de nem voltak már. Igen, dolgok. Amire így nagyon fölkaptam a fejem, az nem volt nálunk semmi. Neked te kaptál valami olyat? Ami... Ja, volt. Azt mondja, hogy az egyik ilyen, egy nagyon jó pofa ajándék. Kaptam egy naptárt, egy 2016-os naptárt, aminek a lényeg az, hogy naptár egy picit drágább volt, mint amennyiben egyébként szokott kerülni egy naptár. A lényeg az már összeszorult a gyomrod. Igen, ezt nem is értettem, ezt az egészet. Mondom meg, hogy én nem vettem semmit, mert legalább akkor ezen spóroltunk, de hogy
hogy megvette, ugye Moninek van naptárt, és akkor nézte, és nagyon jól nézett ki, mindenféle gyönyörű szép képek voltak a természetről, stb. De a dolognak az az egészen ilyen kuriózum számba menő jellemzője, hogy van hozzá egy kód, ami a kód jelöl egy fát, amit elültetnek helyetted vagy neked, azért, mert ugye papír dolgoznak fel ennek a naptárnak a készítésénél, és ezért a feldolgozott papírért cserébe elültetnek neked egy fát. És akkor beírod a kódot, és a kód alapján meg tudod nézni, hogy hol van elültetve a te fád. És tök érdekes volt egyébként, mert rákerestem a kód alapján, és egészen megdöbbentő módon közelünkben volt a gyömrőinek a másik oldalán. És tehát egy ilyen pár kilométeres. Voltál a kis fádnál? Nem, még nem mentem el, nem néztem meg. Értem, mert ezt az egészet azért kérdezte, hogy ezt elmondhassa. Szerintem igen. Tehát, hogy ügyes, tudnám ezt behozni, ügyes, hogy kaptam egy kódot, ügyes, egy fát, egy tuját, egy cserét, egy naptárt, egy elültetet. Igen, daráljátok le, hogy és mit kaptad, de én is el, hogy 8 fát ültettek, be 6-ot kivágtak. És ez most akkor, és akkor ez most ezzel mi van ezzel a fával? Nem is a fa az érdekes benne szerintem, az, hogy vannak ilyen értelmes ajándékok. Tehát, hogy most kaphattam volna én is bármit. Ellentétben a miénkkel. Igen. Értem, hogy szarokat kaptatok. Értem, de hát vannak értelmes ajándékok is. Az alibiző csak a pénzszórás. Értelmes, felesleges ajándékok, amiket ti kaptatok. Modállítottál minket a szakadék szélére. Rögtél rajtunk egyet, majd elmondtad, hogy ellenben veletek vannak értelmes, valóban értelmes, kreatív emberek, és értelmes jó ajándékok, amiket te kaptál. Vannak azok az emberek, akik aggódnak a világért, és értelmesek, és intelligensek, és azért túllátnak a saját érdekeiken, na, és ők azok, akik például az én családomhoz tartanak. Ebben az ilyen pulóvereitekkel, meg ilyen könyveidekkel, meg nem tudom mikkel, amiket kaptatok. Aha. Én egy csodálatos intelligens dolgot kaptam, ti meg mi az? És mi lett volna, ha kiderül, hogy az Amazon az mentén van valahol, akkor oda is elmész, és akkor meglátogatod. Az ő másik oldalán sem volt. Miért találták ki a Google Earth-t? Tehát akkor megkeresed a kis fácskádat? Ez az igazolva felének egyébként, hogy egy gyömrői másik oldalán sem mentem át, akkor hogy mennék már el az Amazonhoz. Ez is igaz. Tehát miért jó, hogy tudod, hogy van fa, hogy nem sérült senki a naptár elkészítése által? Részben ez, de gyakorlatilag vettél egy fát. Tehát nem egy naptárt vettél, hanem egy fát, ahol, amit valahol elültettek. Tudod? Nem tudom, de semmi annyira már nem tudsz a fádról. Van egy fád, és te nem tudod, hogy ki ő. Egy fa csemetécske, gondoltam, egy pár év múlva meg kimegyek, amikor már mutat is valamit, érted. Mondd meg, melyik. Figyelj, most, oké, levizelem. Kimegyek. Hát végül is. Miért azt nem segíti? Az én fámot te nem vizeleted le. Miért nem vizeled le, az én területemhez tartozik. Üllőjút 102 előtt áll egy fa, vagy ja nem azok mi vagyunk, akkor üllőjút mit tudom én 96, elültettek neked egy mandulacserét, vagy gyömrőjút 108. Gyömrői, vagy a Ferihegyi, nem is tudom, a Ferihegy inkább. Megtrágyázom. Figyelj, jó. Várj, az előbb még csak pipilésről volt szó. Tovább menni. Segíteni akar a fát. Lúgosítani akar. Jó, de akkor sietnem kell. És a Gyömrői úton ezt tudják, hogy oda ültetett valaki? Nem a Gyömrői más mindegy, akkor Ferihegyi úton tudják, hogy oda valaki ültetett egy fát? Mert annak a folytatás a Gyömrői. Senki nem ültetett fát. Tudod, mekkora biznisz csinálsz egy naptár, és azt mondod, hogy mennyi hülye keres, meg ott van a Ferihegyi úton. A 26-os mandulafa az a tiéd. Ott van, örüljél neki. Kivágtak 6000 fát, megcsináltak 4000 naptár, és azt mondták, hogy figyelj, kettes tujasor, 86-os van, az a tiéd, mennyi hülye. Négyszeres áron árulod a naptárat. Nem veszek egy ilyen naptárat sem. Elültettünk fát az első 10 évben, mire megnő, hogy szabad szemmel látható legyen. Hagyjuk már ezt, elültettünk egy fát azért, hogy te Bódi Szilvi naptárakat nézegetessél, vagy autós naptárat, vagy nem tudom. Bódi Szilvi? Miért csinálta a Bódi Szilvi? Hát akkor sem csinálta a naptárat. Nem, hát érde, kocsányos tölgyek van, hogy ilyenek egy szárcsos. Sima ilyen asztali naptár, vagy milyen naptár? Igen, ez a nagyon fáradt, ez a lapozgatós heti felbontásban? Ne, hát már szerintem nem, figyelj, már csak kiszél tűnt, de csinál ilyen naptárakat, mint szerintem már a Szilvi se csinál. Azért neked se kell sok, hogy asztali naptárnak ennyire tudsz örülni, ez jó. De ez ával meg ideologizálva. Hát ki minek? Hát most én... Mennyi ilyen asztali naptár? 2-300 forint? Körülbelül. Nem ez a gyártási költség. Ez most több volt, pont azért volt több, mert hogy egy fát is ültettek a nevedbe. Amiről tudjuk ugye, hogy persze nem ültették el sehol. Mit vettél a Móninak? Egy doboz autós kártyát? Egy pakli autós kártyát? Mi volt? Egy Elipszis trénert. Na! Betyárját, azt hittem, hogy egy csoma pörkölt kávé, meg egy doboz autós kártya, tudod? De így volt, tudod. Ez neked ság, na most veszek egy Elipszis trénert. De nyugtass meg, hogy használtan a Vaterán, tehát hogy véletlenül se valahol. Azért karácsony ide vagy oda nem mentél be, és vettél újonnan valamint. Csak azért nem, mert a garit feltételek azok jobbak. Jobbak így áruházba, mint a Vaterán, tudod? Csak azért nem. Tehát, hogy csak azért nem kapott a nejem, egyébként használt Elipszis trénert, mert a garit feltételek. Mert az a baj, hogy mindenféle ilyen internetes piactereken oda van írva, hogy a raciát nem vállalok meg
ilyesmi, és akkor azért egy elégszistérélet azért oda-vissza vinni. Sajnos nem működik, visszavisszük a kókat, hívják. Az jó, na, hát akkor egészen kitettél magad. Azt mindenki kapta, most az egész család használja. Már itt vagyunk egyébként táblázva. Ez volt az éves egy nagy mindenkinek. Semmit egész évben egy nagy ellipszis csinált közösen. Be van táblázva, Excel van, hogy ki mikor edz, és ki fizetteti az edzési időt. Nem? Csak bekéred. Az a baj, hogy csak rokonok jönnek, tőlük nincs pofánk elkérni. Valahogy majd visszajön. Karácsonykor a család körbeállt az ellipszis trénert, átadták egymásnak, fogad szeretett a Jani puszit adott Monikának, Móni puszit adott Virágnak, mindenki átadta ugyanazt az ellipszis trénert, körbeálták, gyűjtöttek egy ellipszis trénert, mindenki ment rajta, és utána a karácsonyi vacsora. És ez volt az egy nagy közös ajándék, rosszul gondolom? Ez volt a nagy karai ajándék, és akkor ma például Móni használja, holnap jön át a nővéremnek a fia, Axi, igen. Tehát, hogy... De adjátok ki az utcában. Csak élhetsz pénzt. Ne, majd főzetek vele valami. Adjátok ki az utcában ott, hogy hamar visszajön az ára. És akkor ilyen reggelenként itt találkoznak ilyen, hogy hívják ilyen frotérfejpántos ilyen izék, ilyen kis rövidgatyás csávokkal, akik jönnek a nyakukba törölközővel, valami frissítől a kezükbe. Jó reggel! Tudod, Mónika egy ilyen kis fémkazettás kis vizével pénztokkal szedné be a 100 forintosokat. Miért neked kis az most kopik? Kis cserépalacba dobálnák be, ott állnának benne, akkor mennék reggel, hogy hívják, dörögetni a szememből a csipát, igen, és akkor majd pici korábban jöttem, Muni végzett már. És ott áll egy vadidegen szombaton reggel a konyhánkban. Lenne egy kis perse, ahol dobálják be, egy 100 forint, mint 10 perc. De most miért a rokonai mondjuk minden héten háromszor átjönnek. Igen. Edzeni. Akkor költözünk. Egyrészt, másrészt neked akkor nincs jogod azt mondani, hogy figyelj, szállj már bele az ellipszis trénerembe, mert kopik. Hát tulajdonképpen igen. Nem egy kedves gesztus, innen már csak egy ugrás, hogy kifizetted vele a kaját, amit megemelt, de egyébként tetszik. Minden héten háromszor ott van, és hát úgy lehet. Én ennél korrektebb vagyok, egészen addig nem fizetünk, amíg van rá garancia. De aztán fizetünk. De utána. Utána csörögjön a perseny. Mennyi garit adnak egy ilyenre? Figyelj, egész sokat. Hiszem 2 évet. Mindenféle, hogy megvan határozva egyébként, hogy vászszerkezetre, mozgó alkatrészekre, stb. Tök jó. Nem tudtam eleget mondani még ünnepek előtt ahhoz, hogy felajánlom valaki ingyen egyet, de így is megért. Most már lenne, de hát most már ne adjatok. Most már késő. És ott állsz a kis rövid nadrágodba, a kis tornacipődbe, és te is nyomod ezt a előre-hátra mozgást, igen. Tényleg? Ja, Ferinek is legjobb, van. Nekem évek óta van. Komolyan? Nagyon szépen igen. Száradnak rajta a ruhák. Gyönyörű. Igen, ez béka kérte, állunk is. Füstölőnek se rossz. Igen. Na, a 7 órás téma, amivel mi készültünk, az egy érdekes dolog, mert hogy szerintem az eset, amiről beszélünk, az ugye nem Magyarországon történt, de akár Magyarországon is megtörténhetett volna, és mindenki, aki boltban dolgozik, találkozhatott már hasonló szituációval, hasonló vevővel, szerintem mindenkinek megvan a boltban a saját mumusa, aki tudja, hogy mikor érkezik, mit csinál, mit kér, és hogyan próbál belekötni a bolti dolgozóba. Történt ugyanis, hogy Amerikában egy Starbucksban a kávézó közepén akarta elvégezni a nagy dolgát egy férfi, és hát nyilván az eladók megdöbbentek az akción, a pali bejött a Starbucksba, ott közben ment a kávérendelés, készítették a te kis lattédat, éppen csinálták a kis kávédat, mire megérkezett emberünk, és hát egyáltalán nem zavartatva saját magát, megtörtént a dolog, felvették egyébként videóra, hát nem ajánlom, hogy ebben a formában elsőjén nézzétek meg, direkt nem is akarom nagyon bejátszani, megtörténik minden, aminek meg kell történnie, ő úgy érezte, vagy Starbucks perverz volt, vagy nem tudom, hogy neki ott kell ezt a dolgot megcsinálni, és elvégezni. Egyébként rendőrt hívtak rá egészen furán, egészen gyorsan, tehát pillanatokon belül hívják a 911-et, és mondják, hogy hát közvetíti a csaj, hogy éppen mi történik a Starbuckson belül. És mondja, hogy hát most letolta a nadrágját jelen pillanatban, és hát jöjjenek ki, segítsenek elvinni, mert emberünk ott végzi éppen a nagy dolgot. És a csávó nem is akart elbújt, tehát nem is volt egy olyan, nem volt az a szemérmes, nem volt ez, amit a kutya, hogy elvonulok, szégyellős vagyok, ha néznek, ott mindenki előtt. Mit csinálsz, egy ilyen történik, azon gondolkozom? Hát levideózom mindig. Valószínűleg nem kezdenék el videózni. Elkezdeni videózni? Hát persze.
ki vagy te az eseménybe, azt azért határozod, hogy ja, az vendég vagy, aki akarod, vagy, pedig, vagy pedig te vagy a pultos, aki várja, hogy kérdék a következő kávét. Mondjuk az egyik vendég vagyok. Ha vendég vagy, akkor videózol. Ja, tehát, simán, nem? Aha, tehát megiszod a kávét. Hát persze, ott ülök éppen, hogy eszegetem a lattét. Eszegetem is karamelles brownimat pekandióval. Na, így van. Igen. És akkor hirtelen itt valaki érted. Ott elkezdik. Akciózni. Egy másik. Ő vajon tudja ilyenkor, hogy hol van? Vagy egy nagyon sok alternatíva lehetett. Lehet részleg, vagy lehet... Elnézést! Nem tudom, látják, hogy mit történik. Te oda mész, megpróbálod megakadályozni? Hát jelezném biztos a személyzetet. Tehát átpasszolnád másra. Nem, én videóznék, mondom, tehát, hogy én az egészet rögzíteném az akcióval együtt. Igen, az egész a rendőrök megérkezéséig. Az például nem egy vágott, meg egy vágatlan változat. Oda mennél az emberhez, aki csinálja a akciót? Dehogy mennék, hát érted. Hát ha valami gond lesz belőle. De van az a pont, ahol még meg tudod akadályozni. Hát, vele. Vannak egyértelmű pontok, amikor már látod, hogy mire készült. Tehát itt is bejön, de teljesen gyakran. Csinálsz? Hogy akarsz, hogy oda felrúgod a gatyáját? Ezért kérdezem, ugye, hogy van az a pont, amikor már ugye látod, hogy elkezdi kigombolni a nadrágját. Hát akkor gyanítod, hogy itt csúnya dolgok történnek. De ott már nem tudsz odaugrani. Igen, hol van az a pont? Igen, hogy hol van az a pont, amíg még reménykedsz, hogy nem az fog történni, ami szerinted egyébként történni fog, de azért valahol legbelül mélyen bízol benne, hogy nem fog megtörténni. Kigombolja a slicét, vagy mit tudom én. Szerintem akkor még nem hiszed el. Nem hiszed el. De van egy pont, amikor már el kell hinned, amit látsz. Igen. Hát akkor tolok a lejtárcát. Ezt tudom elképzelni. Gyorsan segítsük. Na, de nyilván nem erre akarjuk a dolgot kifuttatni. Valószínű emberünk egyébként erősen illuminált állapotban érkezett a Starbucksba, és hát ő úgy érezte, hogy ez neki egy pillanatnyi megvilágosodás jelent, hogy mindenki előtt. Vagy bosszú. De ez mi vagy volt? Egyfajta bosszú. Hát igen. Vagy egy kirúgott alkalmazott, vagy igen. Rájuk nyitott egy Mackie, és akkor ez így nehezen tűrik. Tehát, hogy harc megy a McDonald's és a Starbucks között, nem tudjuk. Minden esetre maga a videó azért tényleg ott azért a céges logó, mondjuk, hogy az szerintem árulkodó, tehát hogy azt látod, hogy aki éppen ott végzett dolgát, az egy közeli, egyébként a konkurens céghez tartozó. Azt mondjuk nagyon menő, hogy átjöttek a burgerről. Igen, ezt levittétek a láttyára. Ezt ne. Igen. Valószínűleg nem egy elégedetlen hónap dolgozója, nem? Uh-huh. Aki nem kapta meg a juttatást, uh-huh. És így át bosszút. 300 karácsonyi sütiző kapucsinot csináltam egy nevét. Igen. Na, de hát nyilván nagyon sokan hallgattok bennünket, drága Morning Show hallgatók, akik különböző boltokban dolgoztok, és hát el tudjátok mondani, hogy milyen fura vevőitek vannak. És nem kell, hogy ez élelmiszerbolt legyen, ugye ez lehet tényleg bármilyen kis boltocska, amit ti visztek, vagy eladók vagytok, vagy akár a tiétek, és tudjátok, hogy ha az adott ember, az adott néni idős bácsi megjelenik, akkor mire lehet számítani? Ugye, hát akár ez lehet egy hentesbolt, egy élelmiszerbolt, vagy egy cipőbolt, egy gyógyszer, tehát tényleg bárki, mert hogy minden ilyen helynek megvannak a saját kis gyöngyszemei, akik visszatérő vendégek, akik mindig egy picit reklamálnak, akik soha nem találnak valamit, akiknek nem tetszik, hogyha a cukor a hármas polcon van, az miért ott van, nem? Az olyan tős vendégek, akik, hogyha megjönnek, akkor már rögtön az... Jaj, ma se kellett volna kinyitni. Megint itt van. Igen. Tehát az olyan elégedetlen törzsvendég, aki ugyan mindig reklamál, mindig csinál valamit, mindig van fura szokása, de mégis mindig ugye visszajár. Ezekben az az érdekes, hogy vannak, akik már a belépés pillanatában szidják a boltot, az alkalmazottat, de mondjuk 10-20 éve oda járnak. Nem? Szereti valamiért. Itt szólítanám fel a 13. kerületi Váci úton lévő Ezermester bort tulajdonosát, hogy most telefonálhat. Ez 5 évvel ezelőtt a szemem láttára zajlott, és meg is kérdeztem a csávot, bejött egy bácsika. Ez kedd délután volt, határozottan emlékszem, 17 darab kis apró szöget kért, ilyen 1 centiset. Azt mondja, a dekára mérik. Tehát, hogyha akar szöget venni, a dekára kérdez, ő 17-et kért. És elment a bácsi, én álltam mögött, és mondtam, hogy ő minden kedden délután bejön 17 darab szögért. Na! Mi milyen szerencsé, hogy csak hetente egyszer? Minden kedden ott van a bácsi, 17 darab szöget megvesz, és nem, két kedd után ezt már kirakod neki az asztal szélére. Igen. Nem? Tehát 10 perc, hogy itt van. Leszámolod, zacsi, és kirakod a szélére. És aztán megérkezik a bácsi. Azért 3 kedd után szerintem az alkalmazottak agyanak rajta, hogy mire kell. Igen, az a hát ez az, ezt beszéltem én is el, hogy elkopik. Tudjuk, hogy mit csinál vele? Mit aztán semmi, nem szól. Egy szólt 17 darab 1 centis kis vízészöget kérek. Puff, leszámol, fizet, elmegy. Szenzációs. Ennyi. Szenzációs. Na, hát ezeket is megírhatjátok nekünk, tényleg, aki fura dolgot kér,
aki mindig keres valamit, ami nincs a boltban, de mégis mindig visszajön, és ugyanazt a dolgot keresi. Aki reklamál, aki elégedetlen. Írjátok meg nekünk, jó, hogy milyen furcsa vevőkkel találkoztatok már. Valaki egyébként a Starbucks-os fazorral csak annyit írt, és tökéletesen igaza van, hogy egyszerűen csak kopilovákot készített. Tényleg. Házi kopilovák. Berágott a cibetmacskára, és azt mondta, ezt én is meg tudom csinálni 17 000 forintért. Nem kell egy cibetmacska. Amúgyis egy lelkes állatvédő. Egy lelkes állatvédő, aki azt mondta, hogy igen, védjük meg a cibetmacskákat, készítsünk mi inkább kopilovákat személyesen. Téged mennyire szeretnek boltokban? Te mennyire vagy az a reklamálós? Te se lehetsz egyszerű, nem? Vannak, úgy át a cukrászdák rémben, hogy azt tudjuk, hogy azért... Téged mennyire szeretnek boltokban? Hát cukrászdák zárnak be, mint süsű, mikor megjelent, és bezárták a zsalukat, tudod, és megjelentek az utcában, megjelent, szerintem a cukrászdákot felsírnak, mert azt úristen jön. Egyébként, ha már felimolta a szeget, meg a csavart, meg stb. Ezeket a dolgokat, én is darabra veszem. Tehát, hogy én tudom, hogy mennyire van szükség, és akkor mindig rá van egy kis ráhagyás, mit tudom, 2 darab, és akkor ennyit veszem, nem veszek többet, annyit veszek, amennyire szükségem van. És amikor elfogy otthon, akkor megint veszek. Mert utálom, hogyha otthon van egy csomó szeg, hát tényleg, egy csomó csavar, egyébként meg ilyesmi. Szerszámos ládába betenni egy csomó csavart, meg szeget. Hát az annyira nyomasztó, hogy az ott ugye az egy lakás egy pontján egy szerszámos ládába. Mindenkit mindig egyik faggol a másikba, hogy legalább valami mozgás legyen. És szegények ne érezzek magukat egyedül. Hát valami aztán már legyen, hogy ott állnak. És mindig ugyanannyi te is, és akkor arra leszámolod. Igen. Mi nem veszel egy zacsit, aztán majd tart, ameddig tart, és akkor veszel újra. Vagy veszel 2 zacsit, aztán maximum eláll egy évig ez. De az a baj, az a baj. Ez rendetlenség, nem? Hát egyrészt foglalja a helyet. Ha soha többet nem kell neki, akkor mi a francnak? Kidobott 30 forint. Figyelj, megértem mondjuk egyébként. Abszolút megértem, hogy azért ne szórjuk a pénzt. A rohadt életben, hát ne szórjuk a pénzt. Apám egyszer 30 évvel ezelőtt beszerzett például egy ilyen, nem tudom, egy talicskány ilyen fekete befőttes gumit, még mindig vannak belőle bontatlan csomagok, de legalább 10-12 darab. Tehát, hogy én ilyen hibákból nem esek, én tanulok egyébként az őségnek a hibáit. Még mindig van 12 darab befőttes gumit. Simán. És te ezt költözésről költözésre hordod? Nem olyan nehéz. Nem azért, csak tudod, hogy az az anyag, amit 30 évvel ezelőtt csináltak, az már eló. Az nem. Ez egy ilyen mementó, hogy miért ne vegyek sok csavart. Ránéz a befőttes gumira, és rájön, hogy nem pazarol. Hát nézd meg, még itt van 30 éve, apám húzza a befőttes gumira. Budi papírból mennyit veszel? Mindig egyet, és minden nap lemész? Most, hát jó, hogy nem csak kérdezem, az egyik. Mert ugye ott azért vannak 12-es, 16-os kiszerelések, hát mi van holnap megmutálunk kettőt. Az egyik kitelepülésünkre az egyik kedves hallgatónk, aki a WC papírálós, aki meglepett minket, és hozott valami 40 guligával, és még mindig van. A Petyárja, ezt a elég rossz lesz. 2 éve hát volt. Jó van, de hát... Baján volt 2 éve, hallod, de már tavaly nyáron volt baján. Hát mennyi rossz lesz ezt a tényleg ák azért, igen? A hetente jártok, vagy fényen jön ki, vagy mit csináltok? 40 guriga. Hát... 2 oldalas. Igen, visszahelyezitek, hogy ez az oldal már foglalja. Na jó, drága hallgatók, tehát tudjátok, mi a téma? Írjátok meg nekünk. Gyógyszertárak, családi vállalkozások, zöldségesek, tényleg bárki, aki valamilyen értékesítéssel foglalkozik egy bizonyos üzletben, írja meg nekünk, hogy milyen fura vevője van. Az ő kis barátja, akitől vagy fél, vagy nagyon szereti, vagy ránéz az órára, tudja, hogy 8:45, és anyuka, apuka megjelenik, és indul a harc. Jó, ki kell találkozni, írjátok meg nekünk. Mi pedig jövünk, Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Egy érdekes témával foglalkoztunk, hogy egy amerikai Starbucksban egy pali úgy érezte, hogy hát, jöjjön, aminek jönnie kell, őt nem érdekli a tömeg, és készít egy saját kopilovákot, és hát oda. Ez nektek kopilovák? Ezt figyeljétek. Igen. Elvégezte a nagy dolgát a Starbuckson belül. És kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, hogy ha valamilyen boltban dolgoztok, tényleg ez lehet kutyakozmetika, patika, zöldséges kisbolt, milyen furcsa vevőkkel, vagy furcsa szokásgyakorló vevőkkel találkoztok már, mert hogy mindegyikből van egyébként bőven, egészen elképesztő esemesek. Nem kell átszelni az óceánt ahhoz, hogy nem, egészen elképesztő esemesek vannak. Van egy hallgatónk a vonalban. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello, jó reggel, ciao, Enci. Na, veled mi történt? Hát velem az történt, vagyis hát velünk a boltban, kollektívban, egy drogériában dolgozom, és jár be hozzánk egy férfi, elég nagy darab, ilyen 190, maga 120 kiló körül, potakos, és hadisnyát szeretne saját tésztre vásárolni mindig. Nem kérdezed meg, hogy mire kell? Meg szokta mondani. Most arra kellett neki, hogy kisbabát vár, és ő hadisnyában szeretné világra hozni. És én így nézek rá, hogy tessék,
És akkor az ugyanazt elismétlik, kicsit bedob mondjuk. Hogy harisnyába szeretné világra hozni a igen, saját babáját. Igen, aha. Igen. Hát szegényként valószínű. Hát hétben születik, kislány lesz, és ködben simogatja a hasát körbe-körbe. Tehát Álbent a drogériában simogatja a hasát, igen, a kis pocakját, mondja, hogy kislányhez hamarosan aha. szülök, és kérek egy harisnyát. Igen, igen. Aha, de amúgy ő ilyen kedves, ártalmatlan ember, nem? Ilyen tök ilyen bárányarcú pasas. Aha. De az első találkozáson nem volt olyan, hogy elkezdte ezek körben nézeket, hogy hol lehet a biztonsági őr? De igen. És amikor távozott, akkor én bementem az öltözőbe, leültem, és én néztem magam elé, hogy... És többször jön? Vagy ő csak egyszer jött? Ő jön így időnként, betér hozzánk. És mindig harisnyát keres, és mindig éppen szülni fog? Harisnyát, igen, nem, valamikor temetésre megy, és fekete harisnya kell neki. Azt a mindenit. Hát én valószínűleg nem teljesen. Hát igen, valószínűleg. Igen. Tehát gondolom sok a fura vevő, nem, Enci? Hát egy ilyen helyen dolgozni, ott azért igen, az ember igen. találkozik érdekes. Hát igen, elég érdekes emberek vannak. Igen. És ez nektek... Kell hozzájuk a türelem. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ezért ezt nektek tűrni kell, meg elviselni, válaszolni igen. minden kérdésre. Hát nem egy egyszerű élethelyzet. Köszi, hogy elmondtad, jó munkát, ciao. Én köszönöm, sziasztok. Hello. Na nézzük egy-két SMS, mit írnak a hallgatóim, mert vannak nagyon jók. Azt mondja, hogy zöldségesben dolgozom, egy vevő kért fél kiló megyet, 51 deka lett, úgy kiakadt, hogy ez nem fél kiló, hogy amikor azt mondtam, hogy azt az egy dekát odaadom neki ajándékba, azt mondta, hogy nem szorul rá, és addig nem viszi el, amíg pontosan nem lesz fél kiló. De nem tartok, hogy elkezdett cserélgetni a megyszemeket. Hát ki le kell venned, ugye addig igen, amíg az 51-ből nem lesz. Egy megyszem, az több, mint egy deka. Hát akkor visszaraksz egy magot, egy szárat. Több. Kicsit. Igen. Azt mondja, hogy Patika 93 éves bácsi bejön mindig, minden második nap oda csahosszok hozzánk, és elkiabáljál, hogy egy fél literes hashajtot kérek. Nem mond mást, nem hal meg semmit, nem válaszol semmire, de forintra kiszámolja a pénzt, utána elcsoszog. Kolléganom egyszer elkapta, szellemileg egyébként teljesen épp, 63 éve boldog házasságban él. Két naponta bejön, és ezt elüvölt. Ez a boldogság titka lehet. Igen. Egyszer bejött egy öreg asszony, kínáltam füstölt kolbásszal, erő azt mondta, hogy nem eszik hús, mert drága, majd vett libamáját a saját macskájának. Trafikban dolgozom, bejön a néni mindig ugyanannon a nap, ugyanakkor. Ugyanazt a dohányt kéri, és mindig elkéri az első bontatlan csomagot, hogy hadd nézze meg, hogy nem-e hamis, mert hogy ő már lett beteg hamis dohánytól. Visszaadja mindig, hogy azt nem kéri, az összes többit igen. És ezt minden nap megcsinálja. Minden nap megcsinálja. Egy autósboltban dolgoztam, egy bácsi minden hónapban ugyanazon a napon bejött hozzánk, ajánlatot kért minden alkalommal a kocsi javítására, de tudtuk, hogy nincs is autója. Egyszer aztán WC ülőkét akart tenni nálunk, mondtam, hogy azzal nem tudunk foglalkozni, mert hogy autósbolt vagyunk, erre rávágta, hogy neki használt is jó. Később kiderült, hogy a szomszéd sportáruházban is rendszeres vendég, ott is ülőkét akar egyébként venni. Húha, azért nagyon kemény esemesek vannak. Állateledel boltom van, rendszeresen azt hiszik a vevők, hogy állatorvos is vagyok. A legjobb az volt, mikor bejött egy hölgy, hogy a kutyája két napja nem kakilt. Megtenném-e, hogy masszírozom az ánuszát? Masszírozom az ánuszát. Hát, attól beindul. Nem tettem meg. Ez nagyon Miki jó. Nem vagy elég kemény. Ezen nem újjon mindent a kedves vevőért. Igen, egy kiló rojákanim, és egy ánuszmasszás. Fordulj meg kincsem, emelt fel a farkad. Már jön is. Miki azt ére nem tette meg, igen. Én egy kenyérboltban dolgozom, nálam az egyik vevő azt mondta, hogy ő szeletelt kenyeret kér, de olyat, ami nincs csomagolva. Nem tudtam meggyőzni, hogy értse meg, hogy nincs olyan, hogy szeletelt kenyer, ami nincs becsomagolva. Azt mondta, majd holnap visszajön, addigra tuti lesz. Csillag küldte nekünk. Táplálék kiegészítőket árulunk, egy 54-es forma csoka hetente bejön, és megőrült. Táplálék kiegészítőket árulunk, egy 54-es forma csoka hetente bejön, és megtapogattatja velem a bicepsét. Mert nem ő még mindig ennyire össze. Formában van. Ennyire kell. Ez csak a bicepszel. Na, már itt sem vagyok. Viszlát. Nem jó. Zseniál. Jézusom. 23 éves vagyok, egyébként férfi. Az mi, hogy minden héten bejön megtapogatni a bicepszét? És elmondja neked, hogy látod, milyen formában van. Óriás. Hát nem imádni való. Óriási. Dolgozok ott a rendes a francia irodán. Ezt figyeld. Na, ezek a bócok a plakáton. Kit érdekel? Ezt figyeld. Zöldségesben dolgozom, itt két vevő van, akitől farra mászok. Az első a híradós bácsi, aki bejön, szétnéz, megvárja a híreket a rádióba, szépen állva végighallgatja, majd kimegy. Haza megy. De jó. Nem mondta, hogy nem zseniális. Bejön, valami van segítettek? Nem, köszönöm. Nem. Csak a híreket jöttem végighallgatni. Végighallgatja a híreket, kimegy. Óriási. Egy másik néni bejön, lehúrok mindent, ő se vesz semmit, majd elmegy. Ez miért szólja, ezt nézem? Ez is miért szólja, na? Ez tegnap kincs. Maga meg mit állít és hallgatja a híreket? Miért nem vesz valamit? Kézzed, amikor ketten találkoznak. Gyönyörű.
Egy bevásárlóközpont fodrászatában dolgoztam, professzionális termékeket is lehetett kapni, nem túl olcsó, majd bejön egy bácsi, hogy neki WC-spray kell. Mondtuk, hogy hát nincs, mire felháborodott, hogy nem mondjuk már, ő szeretne vásárolni, és mi ne akadályozzuk. Nehéz volt melem elhitetni, hogy ezek hajlakok. nem tudja megvenni. Az én egyik kedvenc vevőm mindig megcsinálja. A kassa előtti sorban, amikor beáll, kibont egy dianát cukrot, bekapja, a papír gyorsan zsebrevágja a kasszánál. Nem szól, nekem kell rákérdezni, és a dianát cukor, ja, az is volt. Mondtam már neki, hogy még a gyerekek is kibírják addig, amíg ki nem fizetik. Egy idióta írja nekünk egy hallgató. Egy ismerős mesélte, karácsony előtt megérkezett egy néni, szaloncukrot árultak a piacon, fél óra válogatás után, 86 fajta íz felsoroltatása után a néni csak annyit kérdezett. Vaníliás nincs. Mondták neki, nincs. Elment, nem vett semmit. Vajon végignézte, és addig gondolkozott, hogy mi jött, tud kérdezni, ami nincs? Vajon mi nincs? Igen. Van egy néni, mindenben kifogást talál, sokszor jön. Bejön, olyat keres, amit sose árultam. Vagy azt, ami épp nincs, mert mondjuk, hogy az csak a következő nap lesz. Ha valami olcsó, beszól, hogy miért ilyen olcsó, ha valami drága, akkor megkérdezi, hogy miért annyira drága. Az öltözékembe is beleszól, hogy miért mindig ez a rongy van rajtam. Tetszik tudni, ez a munkaruha. Ha szoknyába voltam, és felbillentette, megkérdezte, hogy milyen anyag. És hogy hát a szoknya alá be akart nézni. Élelmiszerbolt volt egyébként. Napi 3-4 alkalommal megérkezett a hölgy. Ma még egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Hello, sziasztok, Zsolt vagyok. Hello, Zsolt. Na, neked milyen fura bevéd vannak? Hát én láttam egy hipermarketben, ugye annak idején, amiben szörnyertét promozálták, és az óriási 2 méteres kék színű szörny. Igen. És ő állt a hipermarket bejáratánál, és egy idős nénike járt be hozzá minden nap, mint ahogy elmondta a biztonsági őr. Igen, ezek a koráruházak voltak, ugye? Hát ezek már nincs ebben kimondtak, hogy ez a kora volt. És hát pogácsát tett neki, etett, beszélgetett velem például, hogy szeretné elvinni sétálni, mert hogy nagyon unatkozik ez a szörny, de nagyon kedves volt, szóval hozzá kell tenni, hogy tényleg egy nagyon aranyos nénike volt, és akkor biztonsági őröket elmondta, akkor kérdeztem tőle, hogy ez mai nap történik, hogy ez egy meglepetésszerű a dolog, és mondta, hogy nem, naponta bejön, beszélget vele, és akkor ugye a morzsákat lesőtt róla, amikor ugye a pogácsát ott adja a szájába. És a néni egyébként beszámítható volt? Tehát kérdezted, hogy a néni nek van-e szegénynek valami baja, vagy teljesen normális, és csak bejön beszélgetni? Szerintem egyedül volt nagyon, és megkönnyeztem én is, szóval nagyon volt. Az milyen. Hát ez olyan, mint akik etetik a galambokat, de hát legalább a galamb felveszi, megeszi, rád néz, pislog kettőt, hálásnak tűnik, majd elrepül. Vannak hát életjelek. A korás plusz maci azért az egy picit melegebb. Na, most nincs étvágyat, Szali, pedig tepertős. Igen. És el akarta vinni sétálni? Igen, megfogta a kezét, és akkor mondta, hogy ilyet menjünk sétálni, mert ugye nem lehetett elvinni, neked nem mondtult meg az egyértelmű, de hát itt próbálkozott aranyosan, de nem volt erőszakos, nem volt semmilyen. És akkor és mi lett a nénivel? Eltűnt egyszer csak? Hogy nem jött többen? Én nem tudom, mert akkor voltam ott, és akkor tapasztaltam ezt, és azt mondta a biztonsági őr, de vagy hát az osan felvásárolta a korábbi tanítást. Lehet, hogy körbejárt, és akkor is keresi. Igen, a néni személy szegény szomorúan konstatálta, hogy az osannak nincs hasonló kabala figurája. Igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Nagyon szívesen. Hello. Én egy benzinkúton dolgozom, pár éve egy jól szituált úr egy új autóval beállt az ajtó előtti kútoszlophoz, kiszállt, megmondta a kutasnak, hogy mit tankoljon, a nyitott ajtónál letolta a nadrágját, és elvégezte a dolgát. Majd azt mondta, bocs, nem bírtam tovább. Bement a toaletre, ott hagyta a gatyáját, fizetett, és elment. Az milyen, az 5 méter? Milyen, mint egy merciből egy jól szituált öltésúr kiszáll, és oda gittel a benzinkút. Igen. És ott hagyja a gatyáját. És úgy megy el. Igen. Pékség kávézójában dolgozom, egy idős bácsi ingával jött mindig vásárolni a kenyeret, a frissen facsart narancslevet, minden megnézett az ingából, volt, hogy adott termékből 5-6-ot is, amíg nem talált olyat, ami pozitív energiát tartalmaz. Addig ellenőrizte. Az öreg sámán. Volt, hogy adott napon semmit nem tudott enni, mert mindennek negatív energiája volt. Noémi küldte nekünk, köszönjük szépen. Drogériában dolgozom, éveken keresztül heti egyszer jött egy néni bacal pörköltet, keresett, soha nem vett semmit. Hogy azért nekik se könnyű a meló. Nem? Azért nekik se könnyű a meló. Atyaisten. Hát tudtuk, hogy kemény dolog a kereskedelem, de hogy ennyire. Na igen. Na jó van, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Nagyon. Szenzációsok jöttek. 6 darabos tojás nyugdíjas néni vitt hetente, és miután elvitte 2 nap múlva 3-at megfőzve visszahozott, hogy gyenge minőség.
Nézze meg! Nem jön le a híj! Tessék! Nem jön, gyenge minőség. Nem ilyen tojásod megfőztem. Nézze meg! Atyaisten! Gyógyszertár, aki lakott csak vízre jár áll egy asszony a kisfiával, azt hiszi, hogy varázsvíz. Azzal a mondattal körítve a fiának kővíz, ha nem kő, megiszom. Ez minden nap, vízre, és hogy minden varázs... nap meghallgatom. Gyere már, varázsvíz. Már meg jobban lesz, a patikába adják, csak varázsvíz lehet. Na, most már eddig vicces volt, de most már a mennyiségből így kínulva egyre ijesztőbb. És gondolj arra, hogy az egyik te vagy. Igen, ja, tényleg, ráadásul az egyik. Az egyik te vagy. Gyors étteremben dolgoztam, minden nap megérkezett egy fickó, az itt fogyasztja kérdése, mindig azt válaszolta, nem ott az asztal. Ezt ismerem, ezt a dumát, ezt mi is nagyon sokszor elsütöttük. Bementük a megkérdés, kérdezte, így fogyasztjátok, nem mondom, gondoltam, leülünk. Ezt mi is toltuk nagyon sokáig a megkívánt. Szerették? Nagyon örültek. Így fogyasztjátok, nem gondoltam, az első 20 alkalommal nevetnek. Persze, nem már tudod. Kevésbé. Igen, de akkor meg attól kezd viccesé válni a dolog, hogy már tudod, hogy milyen fejet fog vágni. Igen. Na jó van, hát köszönjük szépen az SMS-eket, nagyon, nagyon szórakoztatóak voltak. Játszunk, jó? Itt van már is a játékosunk, és a kérdés, hogy mit mond Dóri? Visszafelé beszélünk. Ülész hevélet a szív. És hozzájállat, élet a szívben, nem? Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mit mondok visszafelé. De vásítjellán, mime? Aki válaszol... Sziasztok! Hello! Alliszt vagyok. Alli... Alliszt. Al-illa? Zsila. Zsila. Alliszt. Van olyan név, hogy Zsila? Nincs. Nem tudom, hát becsen név. Alliszt? Alics. Alliszt. Ja, Alliszt. Csilla! Csilla! Hello, Csilla! Alliszt. Gyerekek, ez nem egyszerű ez a játék. Hú, nem, hogyha a csébetűt is megfordítjuk. Hogy találják ki a sisakos kazuárt, ami egy Csillát nem tudunk kitalálni? Azért nem feltétlen. Nem feltétlen egyszerű. Hello, Csilla, honnan hívtál minket? Pécsről. Mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Agrármérnök vagyok. De ezzel is foglalkozom. Nem csak végeztem. Növénytermesztés. Egy agrármérnök. Mi a menő most? Hát kinek mi? Hát te mit termesztesz? Mi búza, kukorica, meg szója. És viszik? Hát enni mindig kell, tudod. Okos. Na, az nagy biznisz. Nagy biznisz. Szereted csinálni? Igen. Igen? Mindig minden évszak, vagy minden szezon más. Tényleg mindig más. Ugyanazokat termesztjük, de minden évben más. És beszélsz hozzájuk, simogatod őket, locsolgatod őket? Hát, annyira nem, mert túl nagy a terület, hogy mindegyikkel beszélgessek. Igaz, hosszú lenne, úgy igen. Oké, Csilla, jól van, mondjam, hogy mik vannak? Igen. Ugye elszállt már a tárgy és az állat, van még a város, a híres ember és a szólásmondás, hát talán az a legnehezebb, mert ez egy picit hosszabb, de belevághatunk, ha gondolod. Nem, az hosszú. Igen. Inkább legyen a város. A város, jó. Na figyelj akkor. Indítjuk az órát, jó? Figyelj! Oké. Okay. Agáhneppok. Még egyszer? Agáhneppok. Agáhneppok. Ah! Adásneppok. Agáhneppok. Kópháza? Van ilyen, de ez nem a... Kópsága. Figyelj, mutatom még egyszer, kivettük a bögrét. Agáhneppok. 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 Kopenhága. Az lett volna. Igen, Kopenhága lett volna. Meg legyen? Meg volt? Jóban legyen. Jó, megvan. Még az idő utolsó pillanatának a pillanatában. Elfogadjuk. Köszi. Jó, de a kópházat bebből föltedni. A kópházat nagyon szeretjük. Agáhneppok, hát ez Kopenhága. Hága, igen. Így van. Egyben. A kisfér lendrukkol a földszinten, azt mondtad? Képzeljétek, és voltunk a kitelepülésen is Péter, Ferivel van közös fotója, úgy hívják, hogy Massimo, és nagyon drukkolt, és minden nap mondta, anya írja nekik SMS-t. Massimo. Ciao, Massimo. Ciao, amici. Ciao, Massimo. Nem azért Massimo, mert divat, hanem mert olasz apukája. Na, hát erre gondolom, azért így is szóltunk. Olasz az apukája. Igen. Egy tengerparti nyaraláson kiszúrtad magadnak a mixer fiút, hogy hogy történt? Tényleg? Magyarországon, igen. Itt bekiabáltott, csáó, de...
De jó, és akkor köszönöm. Ő már magyarul és olaszul is, nem? Beszél? Jója, igen. De jó. Teljes. Mióta vagytok együtt? 13 éve. 13 éve. És tényleg olyanok az olasz palik, amit mondanak róluk? Tehát, hogy úgy, vagy a hírük megelőzi őket, vagy tényleg? Tényleg olyan tüzesek? Mindig nagyon kedvesek minden nővel, szeretnek mindenkinek. Azt mondják, hogy a kedveskedni nem kerül semmibe. Hát, van benne, amit mondanak, igen, hogy szeretnek így nőknek bókolni. Na, az jó. Nincs féltékenységet érzek a hangodban. Nincsen. És minden nap hazajön, berúgja, ciao, babini! Igen, persze, bemegy egy Veszpával a nagy szobába. Igen, összerak három profiterolt csinál négy spagettit. Nagyon jól főz egyébként. Jól főz, tényleg? Tényleg, nagyon sokat segít. Megfogta az Isten lábát, aranyos, kedves, bókol, jól főz. Figyelj. Nagyon, nagyon jól hangzik. Szuper. Csilla, küldjük nektek az ajándékcsomagot, jó? A kis Massimónak is. Oké. Okay. És huszilunk benneteket. Köszi a játékot. Sziasztok. Ciao, hello. Ciao. Hello. Milyen nagy átéléssel mondtad ezt a ciao. Szereti. Nézd meg, mondd. Hát, fia, a konyhájuk zseniális. Egyébként az olasz konyha tényleg jó. Tényleg jó. 4 perc, pontosan 8 óra, jövünk Ákos híré után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt, pontosan 10 perccel, szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hello! Drága hallgatók! Mondtuk már, hogy ma milyen idő lesz, de mondjuk még, hiszen vannak, akik 8 óra után kapcsolódnak hozzánk, vagy kapcsolódnak be hozzánk. Nem lesz annyira hideg, aztán majd napról napra egyre jobban hűl a hőmérséklet, de ma még 5-6 fokig is, 7 fok is lehet. Ami azért csalós, mert közben az utak nagyon csúsznak. Így van. Az utak nagyon csúsznak. Úgyhogy mindenki vigyázzon, aztán hétvégére már erős mínuszok érkeznek. Szombaton 1, vasárnap, jövő hétfő pedig már csak -3, -4 fok lesz. Hó? Tessék? Hó? 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 Ez majd pénteken lesz a tanyán, ahova megyünk. Én most nem tudom, a havat nem néztem, lesz hó pénteken? Nem tudom, egy két napja már mondják, most Jani azt mondta, hogy az ő apja szerint nem lesz, már hogy applikációja szerint. Ja, igen. Bocsánat, az arra gúzta. Mondd úgy, hogy apja. Jó lenne, ha lenne. Az jó, ez jó hangulata van. Na, mielőtt tovább menünk a következő témánkkal, én mindenképpen szeretnék jobbulást és jó egészséget kívánni Pataki Attilának. Mindenképpen. Mert láttuk most itt az egyik reggeli műsorban, hogy vendégszerepelt, januárban lett volna neki egy aranyér műtétje, és hogy hát ennek kapcsán gondjai támadtak, és eltudom nagyon súlyos következmények járt van a dolog, gyakorlatilag az életét mentették meg. Aha. És hogy hát ennek kapcsán tényleg jobbulást és mielőbbi jó egészséget és felgyógyulást és mindent. De akkor Edda megy tovább attól. Hát persze. Csak nem ugrál persze. Most annyit. Az élete, a szerelme, a rock. A rock, igen. És egy rock and roll, mert még legalább 20 évet el szeretne tölteni, de hogy tényleg lett volna itt januárban ez az aranyi műtét, és hogy aranyév műtét. Csak most függetlenül töltött, hogy el tudjátok nekem mondani, hogy ez vajon miért van az, hogy ismert emberek, közéleti személyiségek elmennek és beszélnek egy reggeli műsorban az aranyév problémáról. Hogy azért, mert ez egy fontos dolog, nem érted meg. Tehát én értem, hogy te kötözködsz a Patakival. Ne, hát azért kezdtem, hogy jó egészséget kívánok. Tehát, hogy ez már neki a második ilyen nagy missziója. Az első volt az UFO, most meg az van, hogy figyelmeztet, hogy figyelj oda az aranyeredre, mert nem tudsz koncertet csinálni az Eddával, ha van aranyered. Hogy az aranyér nem játék. Nem játék. Bizony. Igen, én is néztem ezt a kis riportot, én is elgondolkoztam, hogy vajon miért? Vajon? Hát mi is sok mindenről beszélünk itt. Igen. A rádióban. Na, mi is ehhez az egészség a legfontosabb. Te is, hogy ki vízzel csapattad magad hosszú évek. Kolonhidroterápia. Azt csak igen. Nem emlékeztem. Hát tehát most mi is fontos mesélünk. Dolgok ezek, de hát, hogy igen, ha gegget csinálsz vele, a humor csinálsz belőle, és a saját magunkra rögünk. Próbálom szegény hát legalább egy ember. Igen, de hosszú perceken keresztül. De posztolnátok magatokról a kórházi ágyról képet. Elmenitek egy reggeli műsor, és beszélnetek arról, hogy milyen problémáim, milyen altesti problémáitok vannak. Hogy égetik, vagy vágják. Igen, lézeres, vagy nem, vagy porrasztják, vagy elcsippentik, vagy gyűrűt tesznek rá, vagy nem tesznek rá, hogy mi történik?
Tényleg történik ebben az országban. Van ennek a dolognak egy nagyon komoly oldala is, tényleg. Mert az egészség a legfontosabb, és hogyha konkrét életveszélyben volt, akkor nagyon örülünk neki, hogy most egészséges, és hogy nincsen semmiféle probléma, de ugyanakkor van a dolognak egy másik olvasat is, hogy elmész, és nagy nyilvános előtt beszélsz az állal a nyeregről. Fura. Tényleg fura. Én ezeket a korázas fotókat se értem, hogy az miért kell, hogy sztoriban, meg hotban, meg nem tudom, hogy lássak. Jó, ha magánkorázni nyilván azért, hogy kicsit kevesebb egy ilyen csengetni, igen. Hát lehet, hogy a partner ezzel egyet, igen, a korázzal, akkor olcsóban megvan a vesehobok eltávolítás, vagy könnyebben szedik, olcsóban szedik az epekövedet, de hogy, tehát, hogy ne, én se értem. Na mindegy. Baleset a Cegléd-Berceli dombon Szolnok felé, hatóság a helyszínen, nagy a baj. Ede, köszi, hogy elküldted. Bajna és Gyerej közt Bajna irányába kisebb koccanás, csúszós út. Aztán Újpesten, az Árpád úton, Újpest központ előtt baleset van a Váci út irányában. Alakul a dugó, ezt Tomi küldte nekünk. Valamint trafi van Gyűrújfalon, és 6 autó ütközött a vízműnél Révfaluban. Itt is csúszik mindenki. Vigyázzon, Hici üzente nekünk. Abony Újszász között kamion az árokban, furgon szintén nagyon lefagyva, a tesz küldte, és Alattyán, valamint Jászterek között autók az árokban, rendőrök helyszínelnek az út, síkjég, sózó autó pedig sehol, ez egyébként a 32-es főút, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Na. Jönnek már a patakira. Hát, igen, és köszönjük szépen a nevében is, hogy menjen. Mozogtok együtt a témában. Csak tudjon, az aranyér olyan, mint a medve. Nem játék. Nem játék. Na, egy érdekes témával folytatjuk tovább. Vendégünk is lesz itt a stúdióban, mert hogy egyre többször hallani olyan helyekről, általában ezek a helyek lehetnek kicsi éttermek, vagy éppen kávézók, ahova az emberek azért mennek, hogy társas játékozzanak. Egészen érdekes a dolog. Isznak egy teát, isznak egy kávét, beülnek, és társas játékoznak, és gombamód szaporodnak Magyarországon is azok a helyek, ahova meg tudsz érkezni, tudsz kérni egy jóféle kis kávécskát, majd leülsz, és 6-8 órán keresztül társas játékozol. Szerintem óriási az ötlet, én csak a családból indulok ki, hogy nálunk például a srácokkal tényleg órákig tudunk játszani ezekkel a dolgokkal, hogy abban mi a jó, hogy oda mész, és vadidegen ember, vagy maga az ismerkedés az érdekes. Abban mi a jó ilyet nyitni, hogy 4 óra alatt ízik valaki. Az egy másik kérdés, az üzleti modell. Az üzleti modell kitatnám először, hogy egy mentes vizet kér, van egy csak mentes vizet, hozzon egy kávét, kicsi mit iszol, egy kamillatát. Induljon el, hajrá! És 6 óráig ülnek egy asztalra. 6 óra keresztül ott tolják. Neked meg két pincér, rezsi, díjak, fizetések, brutális kamillatea, és 2 darab kapucsíró fogyott el. Na, nem mindegy, hagyjuk is ezt az üzleti modellt. És valahogy hogy... a favorit, Feri. Igen, társasjáték. Így van. Marha bontási térkép puzzle. Azokat már azaz születtek, hogy ez föl van varva az alkarjára a gyereknek, hogy tudja. Ezek úgynevezett game klubok egyébként, mi erről keveset tudunk, viszont meghívtunk valakit, aki nálunk sokkal többet. Itt van Acél Zoltán. Zoli, hello, jó reggelt kívánunk! Sziasztok! Hello. Zoli, lesz, hogy tagadhatná, hogy ért hozzá, hiszen behozott 40 darab társas játékot. És amíg beszéltünk itt a pataki ügyről, addig ő ezt elrendezte, azt látta. Zoli, csak hogy tegyük képbe, mert ugye nincs webkameránk. Zoli, nagyjából úgy képzeljétek el, mint Danny DeVito-t. Megérkezett egy az egybe egyébként. Kicsi, apró, és sürög forog. És társas játékokat pakol, jön, megy, kirohan, berohan, tehát itt 10 perc egyfajta beépítés zajlik. Zoli elképesztő fazon. Neked van egy ilyen helyed, ahol az emberek beülhetnek társas játékozni? Igen, van egy társas játék klubunk, de igazából ez már 30 éve kezdődött, tehát a Game Clubot én 30 éve kezdtem csinálni, akkor volt az első ilyen alkalom, amikor a hippi haverjaimmal, mint alternatív tevékenység a hajnali való lerészegedés helyett társas játékoztunk hajnalig. Hogy fogadták az ötletet? Tehát megvan, hogy mindenki ekkora dzsangállal együtt egy sörrel ül a téren. És most egy kis monopoli. Van valami, ami ennél is keményebb. Megvallom, nem én voltam a ludas. A dolog úgy kezdődött, hogy képzeljétek el egy ilyen kalóz kinézetű srácot, aki haverom behozott a bulira egy társasjáték klubot, és azt mondta, hogy fiúk, most ezt játsszuk.
kötelező. Sör, félre, pia, félre, játszunk. És komoly dolog, ha valaki leönti, kitekerem a nyakát, tehát félre kell rakni, félre kell rakni, és most játszunk. Ne úgy képzeljétek, hogy ezt 6 órán keresztül egy játékot nyomnak, mi ugye a hajnalig könnyesen röhögtük magunkat, és játszottunk ezekkel a játékokkal, de egy játék, egy ilyen jófajta játék, ez egy óra alatt lemegy, vagy akár fél óra alatt. Vannak annyira pörgős játékok, ahol 10 perc egy parti, és utána egyszerűen meg akarja ismételni az ember. És ezért emberek elmennek és beülnek egy ilyenre, hogy játszanak. Hát általában az ember otthon társasjátékozik a családdal. Akkor ide magányos emberek járnak, akik többi magányos emberrel társasjátékoznak? Azért mennek el az emberek társasjátékklubba, mert meg akarnak ismerkedni ezekkel a játékokkal. Vagy mert a család már unja és az idegeire megy a társasjáték imádó apuka a családnak. Anyuka még a könnyedebb játékokkal eljátszik, meg imádja, hogy a gyerek és az apuka együtt van, és az egész család együtt van. Vannak azok a családi játékok, ahol ez remekül megy. De aztán vannak a komolyabb stratégia játékok, ahol apuka kicsit egyedül marad a családba, és akkor elmegy valahova, ahol kiélheti ezt a szenvedélyt. Azért, ahogy hallgatjuk itt a beszámolót, meg ahogy látjuk a játékokat, meg ahogy vázolod itt a dolgokat, itt is kialakulhat egy komoly függőség. Szerintem te vagy a függő a családban, nálatok, ugye? Nem vagyok függő. Jézusom, akkor nem vagyok függő. Függő. Nem vagyok függő, képzeljétek el. Képzeljétek el a gyerekeink haverjaikkal, egy vasárnap délelőtt, nem, az egész vasárnap, ül 8 gyerek egy szobába. Nem lehet levegőt kapni, büdös van a sok zoknitól. Megy a számítógépes játék, a földön egy társasjáték körül ül x gyerek, és közben még néhányan vakon kirakják a Rubik kockát közbe. Picit elszánt a család, masszív addíció azért, erős, igen. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon konzervatív vagyok a saját kis szerény játék szeretetemben. Sok hallgatói is egyébként nagyon igazuk van mindenkinek, itt most a fél ország egyébként egy nagy kollektív társasjátékot játszik, a gazdák, hogy okosan, nem? Igen. Milyen igaz a jelenlegi állapotokra sajnos, ugye, hogy most mindenki ezt játsza hónapról hónapra. És mégse tanultuk meg. Megy mindenki arra. Mindenki, mert van, aki monopolizi. Igen, vannak, akik más ligában játszanak, igen. Hadd kapcsolódjak ehhez be, hogy hogyan modellez egy társadalmat adott esetben a játék, mennyire jellemzi a társadalmat. Az első társasjáték, amit külföldön is a saját fejlesztésű játékaink, mert hogy egyébként társasjátékokat fejlesztünk is, az első ilyen társasjáték, ami külföldön, minden Amerikába, Európa, mindenfelé ment, Krízis nevű játék volt, aminek az alapötlete, a gazdasági világválság volt, lemodelleztük gyakorlatilag egy poénos játékkal, ahogy arra épült a játék, hogy kell egymást kirabolni. Nagyon jó. Hát ne figyelj! Remekül modelleztük a gazdasági válságot. Tehát tényleg teljesen pontosan le volt modellezve az a mechanizmus, amiből ez kialakult. És most nem feleztetetek, mint olyan kerítés néven egy játékot? Vagy most lehetne az oszlop döntőset? Ja, tényleg. Foglald vissza az oszlopokat, címintásos játék. Ki az oszlop? Játszik az anyuka, apuka. Ma hír, de holnap. Ki a főváros képviseli, ki ez, ki az? Igen, ki az oszlop? Szóval, hogy miket hoztál? Nagyon sok minden van előtted. Van olyan, amit egy pár perc alatt megértünk, mert annyira egyszerű a szabályrendszere, mégis annyira szórakoztató, hogy el tudod mondani, mert általában nekem sokszor a társasjátékokkal az a bajom, hogy 40 oldal, mire elolvasod, vakarod a fejed, és nincs időd, lehetőséged. Találtam fagolyókat, értem. Az neked szól, igen. Azok a golyók, amit a kezedben tartasz, az a Pilosz nevű játéknak a golyói, ahol felváltva az egyik fehéret rak, a másik sötétet rak, és egy piramist építünk ezekből Pilosz. A golyókból. És az nyer, aki az utolsó golyót rakja. Nagyon egyszerű a szabály, pillanatok alatt lejátszható. De hoztam olyat, amit akár itt rögtön ki is tudunk próbálni. Na, mit hoztál? Ezt is játsszák nálatok? Tehát erre is beülnek, isznak egy kávét, nyomnak egy ilyet, és mennek tovább. Nem. Ezt a családdal játsszuk.
illetve ezt leginkább családok játsszák, uh-huh. vagy már nagyon részegnek kell lenni akkor, amikor ezt a, ezt a játékot a felnőttek játsszák. Mekkorák a gyerekek, Zolina? Én a stratégiai játékokat szeretem, de ha most elkezdenék nektek magyarázni az én kedvenc játékaimat, akkor kilógnánk a műsorból. Mekkorák a gyerekek, Zoli? Csak hogy tudunk benneteket egy vasárnapon elképzelni? 18 és 22. De helyesek vagyok, és ül a család vasárnap, és nagyban mindenki társasozik? Igen. De jó. Igen, de azt képzeljétek el, hogy nálunk, amikor a gyerekek még ilyen 7-8 évesek voltak, a vasárnap reggel úgy nézett ki, hogy reggel addig feküdtünk az ágyban, amíg akartunk, mert ők kint társasoztak. Azért ezt az édent képzeljétek el. De jó, már csak 2-3 évet várok, a Noel nagyobb lesz, adják két olyan társasjátékot, ami leköti őket, és meg vagyunk. Nem, Feri? Abszolút. Na, mi az, amit hoztál, Zoli? Sztori kocka. Dobunk egyet, ikonokat látunk ezeken a kockákon, mindenféle jelképek. Ez Miklósnak megy el, ne vidd messze, illetve vidd el. Raksorba. Ez dobta neked. És raksorba, és egy sztorit kell róla mondani. Bármi, ami eszedbe jut, egy összefüggő sztori legyen, de kapcsolódjon azokhoz a jelképekhez, ikonokhoz, amik a dobott kockákon láthatóak. Uh-huh. Na, parancsolj, János. Tessék. De meséld el, hát ez a sorban. Hát mondom, hogy mi van a kockán. Tehát van az egyik kockán skorpió, a másikon esernyő, óra, tehát teljesen egymástól független szimbólumokat, ábrákat lehet kidobni, és erről kell sztorit mondani? Igen. Igen? Hát hallgassuk már meg ezt a te előadásodban, hogy ez hogy szól. Te rutinos játékosa vagy ennek a játéknak? Mert hogy méhecske, halacska és egy felhőkarcoló van egymás után. Tehát ebből most nem ebbe vagyok profi, de azt gondoltam, hogy ezt ti is tudnátok játszani. De ez nagyon helyes játék, de gyerekekkel kell leginkább, nem? Hogy mondjanak sztorit arról, ami dobna. Nagyon érdekes dolgokat elmesélnek a gyerekek a játékon keresztül, amit egyébként nem árulnak el a szülőnek, és egy kisgyerek ezen a játékon keresztül egy olyan sztorit mond, hogy dob egy hátast a szülő, tehát előjönnek azért a sarokból a kis családi titkok. Aha, és olyan nem volt, hogy mondjuk háromszor dobtál egymás után, de gyerek mindig azt mesélte el, hogy hetek óta minden hétvégén csak társasjátékozunk a helyet, hogy elmennénk egy kicsit kirándulni, vagy elmennénk. Itt egy kisfiam volt, egy méhecske van, egy esernyő, egy dinoszaurusz, hogy jön ez most ide? Ez egy reális forgatókönyv, nálunk ez azért nem fordulhat elő, mert a gyerekek már akkorák, hogy egy ilyen játékkal nem játszanak. Nálunk azon megy a kötélhúzás, hogy a középső gyerek csak stratégiai játékot akar játszani, a feleségem az leginkább csak valami könnyed, egyszerű játékot akar játszani, és akkor kompromisszumokat kell hozni. Na, és mi van még előtted? Mit hoztál még? Te jó Isten, mennyi minden! Hoztam egy... Igen. Egyre szerettem. Melyiket ezt a játékot. A Scotland, ezt ismered, a Scotland Yardot? Igen. A legelső játék, amit a nevezett kalóz haveron behozott a bulira, ez volt az első. Háze und Igel, Sün és Nyúl. Ez volt az első játék, ez volt az első évjátéka, aminek most ez a nemzetközi zsűri díjazza minden évben a legjobb családi játékot. Ez volt a legelső, amit díjazott, Háze und Igel. Nehéz elképzelni, hogy alkohol helyett egy hippi társaság ezt játszik. Miről szól a játék? Mit kell csinálni? A játék lényege, hogy ez az első, ahol nem dobókockával lépünk, a starttól elmegyünk a célig, de úgy, hogy répával kell fizetni a lépésekért, és így be kell osztani, taktikázni, hogy egy mezőn csak egy figura állhat, és taktikázni kell, hogy milyen ritmusban használjuk az erőforrásainkat. Milyen koncertre jártatok annak idején? Nem fizeti répával? Európa Kiadó. Európa Kiadó koncert után a érett férfiak répával fizetnek egy táblán. Nagyon jó. És mi most a legnagyobb favorit? A legnagyobb favorit... Amit mindenki imád. A stratégiai játékosok körében, akik még ugye azért a lájtosabbat is szeretik, a Pandemic, ez egy... kooperációs játék. Együtt kell működni. A játékosok nem egymás ellen játszanak, hanem egy vírus kell legyőzni, ami az egész világot fenyegeti, és együtt mentjük meg a világot. Mindenkinek saját szerepe van, és a saját képességeit felhasználva stratégiai, taktikai döntések mentén jutunk oda, hogy a vírus kiírtjuk. És akkor amikor ezt játszátok, akkor ott mindenki elképzel egy kicsit, hogy ő a széles vállú hős, a lézerkarddal, vagy a nem tudom, a puskával. Igen, és van egy Joker kártya, az ön Buitritkóval. Mindenki hazahoz.
Igen, egyébként vannak a Star Wars univerzumnak is társasjátékai, ahol valóban vannak olyan témaorientált játékok, ahol abba éli bele magát az ember, gyönyörűen ki vannak dolgozva a figurák, és akkor abba éli bele magát a társaság. Én személy szerint azokat a játékokat szeretem, ahol a működés áll a központban. Valami olyan ötlet, olyan szellemes ötlet, ahol a gondolat mozgatja meg a játékosokat, és egymás szemébe nézünk, kitaláljuk, hogy mit gondol a másik. Nagy összeveszésnek voltam eszem tanulja a klubban. 78 éves Marika néni felpattant, és megtépte a 82 éves Rozsanét, hogy nagyon próbál csalni a Scrabble-on. Mert hogy már pedig nincs ilyen szó. Magyarországon nem nagyon találkoztam. Én amikor a 30 évvel ezelőtt a Game Clubban elkezdtük ezt az egészet csinálni, akkor alapvetően arról szólt a történet, hogy béke van és játszunk. Voltam Svájcban is, éltem Svájcban pár évet, és annak ellenére, amilyen képetek valószínűleg van arról, ahogy a svájciak játszanak, egyébként az is érdekes, hogy egy kicsit táncikálunk, és akkor utána játszunk valami társasjátékot, de voltam olyan klubban, ahol üvöltöttek egymással, de üvöltöttek. Na most Magyarországon én ilyennel nem találkoztam. Nem, tehát nem tudok olyan sztorit mondani, ahol összevesztek volna. Tehát nálunk a társasjátékozás az arról szólt, hogy azért jönnek össze fiatalok, felnőtt emberek, hogy értékes együttlétet éljenek meg. Tehát az időt, az együttlétet valami értékes tevékenységgel. Pedig a témának, azért a beszélgetésnek sodrása van. Egy egyszerű kinevet a végéből, olyan családi balhé volt, hogy konkrétan majdnem verekedésbe dorkolott. Ha nem az nyert, aki nagyon nyerni akar. Utána két karácsony kimaradt. Nem jöttetek össze. Nem jött a kinevet a végén nem olyan jó játék, mint azok a modern játékok, amik ma magukkal ragadják az embereket. Egyébként a kinevet a végén az a pacsisiből ered, ami egy ősi indiai játék, ahol amikor leütjük egymás figuráját, akkor az egy új inkarnáció indul, és ott szakrális összefüggéseket próbáltak a modellezni a játékosok, és ebből lett, azt hiszem, hogy 1910-ben hozta ezt a játékot be Európába Schmidt, aki egy céget is alapított, és csinálta belőle az egyik legsikeresebb ilyen játékot. És ez pont az a pláne, hogy a játék ötletek ettől a kinevet a végéntől, hát mondjuk, ahogy egyik ötlet a másik után, együtt fejlődik a társadalommal. Tehát például a Monopolyban hozzájött az az ötlet, hogy akkor egymással bizniszeljünk, adjunk, vegyünk. Aztán jött a következő ötlet a Hase und Igelben, hogy ne legyen dobókocka, hanem fizessünk a lépésekért. Aztán jön egy következő ötlet, ugrok egy nagyot, kvantumugrás, modern játékok, Dixit. Van egy mesélő, választ egy csodálatos képek közül egyet, mond róla valamit, mindenki a saját képei közül választ valamit, ami őt arra emlékezteti, titkosan lerakjuk, összekeverjük, fölcsapjuk, és ki kell találni, mindenki megpróbálja kitalálni, hogy melyik kártyát rakta a mesélő. Tehát asszociáció, egymás asszociációit próbáljuk kitalálni. És lemegy egy játék egy fél óra alatt, és meg akarja ismételni a társaság. Tehát képzeljétek el egy karácsonyt. Ott ül 15 ember. Évente egyszer látják egymást. Dögunalom. Nem találnak témát. Hát, ez megvan. Mi szoktunk beszélgetni. Azért mi írálunk, így jó vagyunk. El vagyok a barátaimnak. Mondjuk azt, hogy én ismerek olyan 15 fős társaságot, ahol politizálásba megy át a téma. Na, vagy a családi problémákkal egymásra ugranak az emberek. Na, ehelyett képzeljétek, kikerül középre az asztal egy Dixit, a társaságból néhány ember szeret játszani, kipróbálja. Én utálom a játékot. Általában több ilyen ember van egy társaságban, aki azt mondja, hogy nem szoktam játszani, utálom a játékot. No, a modern játékok arra jók, hogy azokat az embereket is bevonják, akik utálnak játszani. Egyszer csak úgy megjelennek a háttérben, csak úgy belenézek, kibicel, aztán hozzászól. És a következő körben részt akar venni. Kérdezi Ádám. És akkor nem őrültekről beszélünk már, hanem teljesen normál emberekről, akik órákon keresztül nevetve, jó hangulatban el vannak egymással, és ténylegesen értékes az együtt töltött idő, amit nevetéssel és jó beszélgetésekkel töltenek.
Hát Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Ez egy érdekes világ, számunkra talán mondhatni ismeretlen világ, de érdekes mindenféleképpen, és ez a fajta meggyőződés, ahogy te erről beszélsz, hát ezt meg öröm hallani. Igen. Igen. Hát mondjuk még minket elsősorban a szűkebb szegmensek érdekelnek, amivel dobsz egyet, húzol egy kártyát, aztán pár cseréltek, és megpróbáljátok azt a poszt, ami a kártyán volt reprodukálni. Igen. Van ilyen írja egy hallgató, Huncut Párbaj nevű társasjáték, fölhúzol egy kártyát, és az izgass fel a szemben ülő játékos nemi szervét és szivacsal, megnézném, hogy a család ezt együtt játszik. Igen. Egy szivacsal. Ez úgy, hogy csak a haverjaid vannak ott. Huncut Párbaj nevű társasjátékokat tesztelni. Ez a játék is kikerült, de aztán igen, úgy döntöttünk, hogy felnőtt társaságban ezt nem fogjuk most kipróbálni és tesztelni. Mondta, hát hogy nem te kaptad a szivacsot, Zoli. Nem. Vigye haza, aki ezzel akar játszani. Nyugtass meg, hogy nem te úsztad a szivacsos kártyát. Egy-két kamilla teát és egy szivacsot legyen szíves. Zoli, köszönjük, hogy itt voltál. Csáó, köszönjük szépen. Aci Zoltánnak, hogy itt volt velünk. 9:30 volt pontosan, 3 perccel jövünk Ákos hírei után. Szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz egy perc múlva, vagy már van is, ahogy látom. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hát Zoli igazi megszállott volt. Nagyon kedveltük, nagyon szeretettük is fel egy pici apró kis, tényleg egy Danny DeVito kinézetű embert képzeljetek el, rohangál 600 társasjáték körülötte, magyaráz, felpattan, csillog a szeme. Hihetetlen lelkes. Igazi megszállott volt tényleg. De jó, hát számunkra ez egy teljesen ismeretlen világ, illetve hát játszik az ember. Hát azért, de ilyen mélységben nem mentünk bele, igen, mindenről tud mindent. 1910-ben, amikor az Egyesült Államokból átjött Magyarország. Nem tudsz olyat kérdezni tőle egy társaság, aminek nem tudna fél órát beszélni, és ezt hogy kell játszani, és mi a szabályrendszere, és mi történik, és szenzációs volt. Egyébként jó ötlet így leülni, társasozni, nem? Tényleg, akinek nagyon mozgékony a gyereke, ha találsz valamit, amivel kicsit le tud ültetni, hogy koncentráljon, figyeljen, az egészen jó. Imádják, nem? Igen, Soma üvölt, apa megint csaltál erre, én igen, és miközött hozzájövök, az apád lehet. Igen, egyszerűen játszottunk régen, emlékeztek, mi élve fogdál, ez is tókincseje, halálosan primitív játékok voltak. Az élve fogdál az arról szólt, hogy csak lólépésben lehetett haladni, és különböző értékű állatokat tudtál elejteni. És akkor volt a piros, az volt talán a legdrágább, a citromsárga, a narancssárga, és csak lólépésben mentél, és... Az afrikai szavannákon kellett az afrikai szavannákon oroszlánt ejtettünk el, meg ilyesmi. Így van, elejtették különböző értékű állatokat, ez volt az élve fogdál, és csak lólépésben, és mentél, és kaptad a kártyát. De nem lehetett ki, nem nyírtak ki. Új gazdagok, ki, nekem soha nem volt ilyen játék. Igen. De nagy klasszikus játékok voltak. Vagy a Police, amiről ugye kiderült, ez egy magyar koppintás, én ezt se tudtam. Amikor a Scotland Yardnak a magyarítása. A Scotland Yard című játékot koppintották, és ebből lett a Police, amikor te leveszed magadat a tábláról, és el kell mondod, hogy villamosan, metróval, vagy nem tudom, mivel mentél tovább, a rendőrök pedig megpróbálják kitalálni, hogy te hol állsz a táblán. Jónak tűnik. Ez egy jó játék volt, ezt szerettük. Azért basztus kíváncsi lennék, hogy hányan lapátoltak össze hány millió forintot azzal, hogy annak idején, még mondjuk a rendszerváltás előtt, mondjuk kimentek nyugatra, körbenéztek különböző üzletekbe, hazajöttek, aztán annak a bizonyos dolognak a magyarított változatát megcsinálták. Hát a Police ilyen. És megnyerte a legjobb hamisítványjátékot. Nagyon jól sikerült. Zoli elmondta, hogy rendeznek minden évben a legjobb, legeredetibb hamisítvány, ugye, ami a legjobb hasonlít az eredetihez, és a magyar Police megnyerte az éves nem tudom milyen világversenyt, hogy a legjobb, ami hamisítottuk, a Scotland Yard című játékot. Gyorsan egy-két közlekedés, Supertrofi az M1-esen Bécs felé, a 142-es kilométernél a hídon. A 6-os úton a Pécs vasasi elágazónál kitelepült a Trafi fehér Skodával, ezt Szilaj küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán M3-as autópálya Nyíregyháza és Budapest között baleset és csúszásmentes Jani küldte nekünk, és M1-es 140-es kilométernél a felüljáróról mérnek a határ átkelő felé. Össznépi társasjáték ügyben szeretnék állásfoglalást kérni, hogy ez az ország mikor fog fölnőni arra a szintre, hogy amikor lebontod a karácsonyfát, és kidobod a 7. emeletről, konkrétan láttam, tehát a 7. kiállt a és nem akadsz fel a 6. a balkonon. És nem, plusz várjál még, mert ott úgy jut, hogy a 6. balkonba egy kicsit megakadt, az megdobta, és ráesett a villanyvezetékre, amin pörgött, nem maradt fent, leesett, és megvártam, hogy lejön-e érte, és elviszi
az egyébként azt hiszem 100 méterre gyűjtik. Ugye úgy van, a rendelet az úgy szól, hogy amikor vége ennek az ünnepkörnek, és a karácsonyfa kiszolgálta magát, akkor leviszed, és a hát én különböző félig kijelölt területekre összegyűjtitek a karácsonyfát, jön a közterület, vagy a nem tudom, kicsoda, összegyűjt. A félig kijelölt terület ebben az esetben is az, ahova legtöbben kezdték így el. Van, de az legalább... 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, de amikor 6. már 10 van, akkor miért nem lehet elvinni odáig, és neked miért kell 20 méterre a ledobott karácsonyfát otthagyni, mert ez az eset, amit én láttam a hetedikről történő ledobásnál, én vártam egy fél órát, hogy hát, ha lejön. Mert egyetlen erőbe akar befektetni, ez pedig a gravitáció. Hát, de én értem, de hogy nem akar lejönni, érted? És oda, és lejönni, és az út közepéről a nyomorult karácsonyfáját, mert most már szegény tényleg az, elvinni 20 méterrel arrébb, és oda tenni a kupacra, hogy miért vagyunk ilyen döglusták a saját környezetünkkel szemben. Hát, hogy ezt csak egy költői kérdésre nem tudunk válaszolni. Tehát, hogy ő valószínűleg le se néz, amikor ledobja. És hát, hogy fogja... gyorsan vissza. Hús, és vissza megy. Minden, hogy baj legyen. És becsukja az ajtót. Én szerintem ennek pszichológiai töltete van. De én mi? Ezen nagyon sokan gondolkodom. Hogy mi? Azon gondolkodom, hogy ez arról szól, hogy megvetted a fát, feldíszítetted, szeretted, körbeállta a család. De az ünnep elmúlt, és a fa egy nem kívánatos, útban lévő, a levelét lehullajtó, koscsináló, zavaró tényezővé válik, igen, amitől nagyon szívesen szeretnél. Ami állod az elmúlás jutatja az eszedbe. Én egy kidobott fájl is az elmúlásra gondolkozom, tehát nekem teljesen mindegy. Amitől szeretnél megszabadulni, mert egykoron néhány héttel ezelőtt a család legszebb ékkőve, ugye maga a karácsonyfa, az egy teher. És ezáltal, hogy te kidobod és elhagyod és megszabadulsz tőle, az által megválsz valami olyantól, ami már nem kedves. Ami már nem kedves, amit már nem szeret. Az utolsó útján már nem akarod, sőt, kicsit haragszol rá, utálod, és már túl lennél ez az egész. Lebontom, kiszedem, porszívózok utána, vontatom a liftben, a lépcsőházban, ezért minél előbb gyorsabban, láthatatlan módon megszabadulok tőle. Ennyi. Mint egy túl sokat beszélő szeretőtől, ez... aki már egy idő után nem kívánatos, terhessé válik. Aha. És ezáltal kidobod, és nem foglalkozol vele többet, sőt, kicsit megutálod. Tehát a nagyon hát szeretett másoknak... fenyőfából egy utált dolog lesz, mert már ott van, lebontanád, zavar. Ki kell dobni. Aha. Ilyen a mi cseresznyefa virágzásunk. Érted? Így ideig csodáljuk, gyönyörködünk a szépségét, fantasztikus, utána pedig fuss. Nagyon szépen, igen. Nagyon szépen mutatja ez az emberi természetet, hogy alapjavéve sajnos kicsit ilyen az emberi természet, hogy így bánunk a saját gyerekeinkkel, néha a kutyákkal, az állatokkal, a természettel, a minket körülvevő világgal is egyébként. Az utolsó kutyára elkíséret, hát menj már az a rohadt fáért, és mit. Hát ha elkíséred, és ha jobban vagytok, de hát vannak, akik nem beszélnek, meg nem tudnak megbocsátani, ugyanilyen a fenyőfa, hogy szeretted, ott volt, hűséges társad volt, végigcsinálta veled az ünnepet, majd elengeded a kezét, aztán és aztán elárul. Elkezdett hullani a levele. Lekonyulnak először az ágai. Megutálod, és már szabadulnál tőle. És az ablakon kidobása, valahol otthagyás, az a megszabadulás. Aha. Hogy te nem vagy rá kíváncsi. Vége. Megtett a szolgáltat. De a saját nyomorod a terheid, átruházod másra. Tehát ledobod, igen, magadról ezeket. És levágt, és ott hagyta. És le. És mondom, a Somával voltunk edzésen, és akkor én kimentem, ugye ő edzett, addig, és pont ott mondom, akkor megvárom, hogy mi lesz. Nekem a kedvencem az, amikor még díszeket is látok rajta. Tehát, hogy az a legjobb. Igen, szaloncukor, papír. A legeslegdurvábbat most láttam, nem hiszitek el, december 26-án a csávó kiáll, és egy mozdulata, ember. Mondom, legalább azt várt meg. Igen. Mi néz rá a naptára, még a 25-26 az piros. Hát ne a 24-től számolt. Az igaz, hogy akkor az 26-án. 26-án mentem, ott intéztem a Vikinek valamit, ahol lakom, és egy kis utcában az ember dühösen, de láttad rajta, ezek a nagy, hosszú tűlevelős, ilyen baromi nagy volt, de én értem, hogy zavartam, meg kicsi volt a lakás, úgy vágta ki a fát 26-án, hogy azt érezted rajta, hogy tényleg dühös rá. Tehát, hogy azért 26-án, nem? Na jó, most már tényleg ebből elég. Na jó. nem az egész évám ünnep. 26-án kivágta a fát. Nem félek oda a konzolhoz, basszus, nem tudok egy jót játszani, mert itt van ez a rohadt. Értem, hogy nem tartod meg víz keresztig, a dolgot. Oké, okay, nem kell megtartani, de mégis 26-án kivágni. Igen, és ott fekszenek szegények, és ilyen, igen, elárvultan, magukra hagyottan, tényleg az jut róla eszedbe, hogy milyen fura az ember, nem? Igen, hogy a legszebbet választod, feldíszíted, szereted, nézed, ott van, körbálja a család, és utána kivágod, mint nem is tudom, mint ott fekszik az út szélén, már nem szolgál többet.
begyűjtik. És például szomorú látvány. Igen. Ugye? Hát, hogy igen. Mennyi minden van egy fakidobásban is? Nincsen bennük annyi tisztelet, mint az egyik haverom, még van, akikhez személyen április-május magasságában mentem el, ott állt még mindig a fa, már nem volt rajta levél, de föl volt díszítve, minden rajta volt. Bement a szoba, hogy ránéz, és akkor a fater ott ült éppen ebédelt, kis megterítve az ölébe természetesen, lábosból. Itt nézze, Jari Gál, csirkepörkölt kész. Kb. Ez volt a reakció, jó munkás emberek voltak. Ők, figyelj, ők nem, azt gondoltak, majd lehullik ott, majd ott a természet majd elintézi azt, meg a központi fűtés, Jézus, ami fel kell. Picit igaza van, mert hogyha még rajta a levél is úgy kezded el kivinni, akkor az egész lakás tűzleveles lesz. De májusban minek szeded le, vár meg a karácsony, de következő. Igen, hát a kívül. A holtponton júniustól már leszed le, mert már újra közelítesz a karácsony, nem távolodsz. Hát mi a fejtereszt, szaloncukrot, egy csúszdíszt, megint meg vagy, érted? Hát, nem, hát náluk nem volt útba. Nyilván ez az intelligencia kérdés, hogy persze értem én, hogy most csak humorizálok ezzel a fakidobással, tehát hogy valahogy ez így nincs meg az emberekben, persze. Hogy kivágja, lerakja, aztán kész. Hát ugyanilyen alapon a szemetet is ki lehetne dobni az ablakon, aztán ott hagyni. Hát igen, hát azt is megcsinálják. Megcsinálják, hát igen. Igen. A kedvence pontom, valamint, ha meséltem Ferinek, amikor lakótelepen laktunk, ott a negyediken volt egy úriember, aki iszogatott, de ugye a felesége nem annyira szeret, hogyha benniszik a lakásba, ezért ő mindig a balkonom fogyasztott el a kis napi betevőjét, és hát ő úgy intézte a dolgot, hogy ne a balkonon gyűjjön meg a feleséges, hogy ideges, hogy lelopja a játszótér. Ne, de. Ez ott volt nálam. Levágta a játszótérre. Pistik egy erári, pistik egy. És repkedtek a konyakos üvegek. De legalább lekiabált, hogy vigyáztam. Semmi, de egy gyerekre, egy gyerekre, rá csak egy gyerekre, egy gyerekre, hát ez az megöli. Atyaisten, atyaisten. Hát nézd, neked beugrott, neki meg. Tehát így. Furán szocializált emberek vannak, igen. Na jó van. Oké, mutatjuk a beugrót a hármasugrásra, hogy mit kell kitalálni. Jó, ha szeretnétek velünk a következő órában játszani, figyelje mindenki. Ez a beugró a hármasugráshoz. Jó. Fincsi. Kettő darab dal, vagy kettő darab előadó, ezt kell elküldeni. Jó, 5 perc, a 9 óra jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk minden hallgatónak, itt vagyunk. Folytatjuk, és vannak friss közlekedési híreink is. Nagyon sok hallgató küldte el nekünk, hogy mi a helyzet az utakon. Süt a nap, legalábbis itt Budapesten. Reméljük, hogy sok helyen viszont még nagyon sok városban, sok faluban csúsznak az utak, úgyhogy mindenki menjen óvatosan. És megtévesztő a dolog, mert hogy nincs igazából nagyon hideg, és talán emiatt is van ennyi baleset, mert hogy az ember ránéz tényleg a hőmérséklet mutatóra, és látja, hogy 4-5 fok, aztán kimegy az útra, főleg hajnalban. Boxerben. Igen, és brutálisan csúszik. A 6-os úton Pécs, a Vasasi elágazónál kitelepült a trafi, egy Skodával figyeljen mindenki. A 140-es kilométernél a felüljáróról mérik a Hegyeshalmi határátkelő felé haladókat, Zoli küldte nekünk, ez az M1-esen van. Aztán a Soroksári úton lerobbant kamion miatt torlódáson befelé, ez a Műpa után van egészen pontosan. A 65-ös úton Tamási előtt egy hűtőkocsi van, az oldalán félpályás zár van, ott is nagy a dugó, köszi Zsolt, hogy elküldted. Bajna és Gyerej közt, Bajna irányában kisebb koccanás a csúszós út miatt, valamint Győrtől kifelé a Szigetközi úton 5 autó ment össze a vízmű után, rendőrök, tűzoltók már kint vannak, kitartás a szigetközieknek, ezt Vera küldte nekünk. Újpesten az Árpád úton, Újpest központ előtt baleset van, a Váci út irányában alakul a dugó, Tomi üzeni, valamint Győrúj falun 6 autó ütközött. Oh. A hármasugrás kis beugró zenei mixe kapcsán jutott az eszembe, hogy mondja már meg valaki a Viktornak, hogy rakjon már bele a Rackit, Hungáriát, Illést, Metrót, Szécsi Pált is, hogy Anna felismerjen már végre valamit. Szegény nem tudja hallgatni, tudod, mert dolgozik. Ő mindig bejön és megkérdezi, hogy mi volt a hármasugrásban, hogy ugye nagyon lelkiismeretesen csak olyan hallgatót tudjon adásba kapcsolni, aki ugye jót mond meg. Igen. Csak hát ezeket nem ismeri meg, de rakunk be majd tényleg egy-két Rackit meg. Most kezdett el fülelni. Na most láttam, hogy fölkapta a fejét, igen. Akkor már a Racki, mi legyen? Mire seregtetek annak idején a Metroklubban?
Igen, azt mondja, hogy még jött egy a napsütésre azonnal jutus rájött, hogy Nagykarizsa, mennydörgés és szakadó eső. Hát azért teszem, hogy hozzá mindig finom, hogy itt Budapesten a fejünk fölött, igen. És nem mondom, hogy országosan. Nem mondom, hogy országosan. Lejátszottuk a hármas ugrást? Lejátszottuk. Hát, ugye megmutattuk? A beugrott mindenféleképpen megmutattuk. Igen. Anna írt, kombinét kér. Azt nagyon szereti. Az jó. Azt mindenképpen. Mi lehet velük most? Azt megnéztem egyiket a prügyidóval, mostanában nem történt olyan sok minden, mert az utolsó posztjuk kb. Fél éves, tehát hogy valahogy nem tudom megint felkérőket hozni. A prügyidót? Megérdemlik. Mi lehet velük ebben a pillanatban? Igen. Ez egy jó kérdés, hogy mit csinálnak most? Hát a misibe vannak még mindig. Helyes. Hát 4-10-kor legyenek is. Hát, legyenek ja, mondjuk iskolában. Tavaly voltak hatodikosok, nem? Igen. Ha már te is felvettettél egy ilyen megmagyarázhatatlan jelenséget, ugye Pataki Attila kapcsán, amit egyébként az ember tényleg nem ért, hogy miért megy be valaki az aranyérműtétjéről mesélni. Tájékoztatsz, vagy együttérzést szeretnél elé, vagy mi? De nem csak erről mesélt, de szóba jött az is, hogy pénteken lesz egy aranyérműtét. Hát az ember ezt nem biztos, hogy így elmondanám. De nagy aranyérműtét az arénám. Közös nagy kollektív. Igen. Edda aranyérműtét az arénában. Kivetítőn. Így van. Egy korlátozott számba még kaphat. Igen, de egy másik jelenség, ami egy abszolút, hát én nem is tudom már, hogy megszokott, vagy standard, vagy kiszámítható, tehát az ember nem is tudja, hogy milyen szavakat találjon, de mégis baromi elkeserítő. Az ugye most, szerintem ti is érzitek, mert olvastok különböző internetes anyagokat, híreket, cikkeket, hogy mi indult el a Saul fia sikere után. Szóval, hogy az ember azon gondolkozik, és ezt a Bödöcs mondta nagyon jól, anno, aki azt mondta, hogy ha lenne atombombánk, az biztos, hogy a saját fejünkre dobnánk. És én nem tudok ennél frappánsabb megfogalmazást, de tényleg. Tehát az a fajta össznépi utálat áradat, össznépi, ki kell mondjam, össznépi zsidózás, ami elindult azért, mert egy magyar rendező, egy magyar operatőr, egy magyar csapat producerekkel, mindenki ilyen tehetségesek, megnyerték nekünk is. És a mi országunknak is ezt a díjat, és vitték hírül ugye a magyar filmet, végre újra kicsit felhelyeztek bennünket a térképre, voltak azért az utóbbi évben sikerek, de ekkora már azért hosszú. Ekkora soha nem volt, mert hosszú évek óta nem volt ilyen nagy és ilyen vízhangú magyar filmes siker. És hát valami elképesztő, hogy mi indult el ennek kapcsán. És hogy mi van a fejekben, és milyen összeesküvés elméletek, és milyen vélemények és kommentek születnek. Szóval tényleg én azért bízom benne, hogy a kommentelők, vagy a trollok, nevezük őket bárhogy, mert mondjuk a kommentelők szerintem az egy pozitívabb, ők gyakorlatilag hozzászólnak valamihez, a trollok meg azok, akiknek igazából mindegy, hogy miért szólnak hozzá, úgyis csak fröcsögnek, szóval, hogy ők nem reprezentálják az egész országot. Hát annyi van, de figyelj, ezzel a témával kapcsolatosan annyian kezdték el ezt a vonalat, konkrétan, ahogy te is mondtad, a zsidózást, hogy ez már nem csak így öt ember. Érted? Tehát, hogy a témaválasztást az tényleg ennyire elnyomja azt a sikert, amit ez a film elért, amire így tényleg ki kéne álljunk mindannyi, és azt mondjuk, hogy gyerekek, sose voltunk még ott, és most megvan, tessék, mi álltunk ott a szőnyegen. Hogy nem, ez már annyira sok, ez már annyira túlmutat mindenen, hogy egyébként van három hülye, aki ír valamit egy ilyen cikk alá, ez ennél több. Hát igen, és hát azért a valójában őszintén, hogy ezeket a kommenteknek a nagy része egy meglehetősen tájékozatlanságról, vagy nagyfokú tájékozatlanságról árulkodik. Tehát, hogy ugye leginkább azt szokták mindig nem tudom, hogy a tájékozatlanság a jó szó igazából. Hát hülyeségeket is érnek, igen. Tehát ugye elég ezt a témát feldolgoznod ahhoz, hogy vitte egy Golden Globe-ot, vagy vitte egy Káni nagy díjat, vagy Oscar díjat, vagy stb. Ami ugye tudjuk nagyon jól, hogy ez nem így van. Elég csak megnézni ugye azt, hogy milyen filmek kaptak az utóbbi, mit tudom én, 10 évben Oscar díjat. Hogy milyen filmek kapcsán osztottak ki nagyobb díjakat. És most bocsánat, tehát hogy én így egészen konkrétan a zongoristára emlékszem, meg a Schindler listájára. Egyébként meg egyikre se. Ezeken kívül egyikre sem. Ez nem ez a téma volt. Hát volt, a Roberto Benignnek volt az Élet szép, az egy nagyon szép film volt, igen. Azt hiszem, hogy a legjobb külföldi kategóriában nyert, de nem lehet így meg. Hát ez egy nagyon,
buta gondolkodás, hogy azért nyer, mert de hogy tényleg egy ilyen dolognak se tudunk úgy együtt örülni, vagy ilyenkor is valakiből inkább az jön elő, hogy hát itt olvassa az ember a kommenteket, hát ez egész egyszerűen, hogy ez nem egy magyar alkotás, ez egy író alkotás, nagy a különbség, milyen propaganda, milyen film, tehát elolvasod ezt, és azt gondolod, hogy te jó atya úristen, hogy nekünk tényleg mi kéne ahhoz egyszer, hogy ez az ország 10 millió emberként azt mondja, hogy igen, ez most egy nagy dolog, igen, örülünk, igen, ez most jó, ez most egy nagy dolog. Hát nem? Szóval, hogy ez elképesztő. Hát, hogy ezek az emberek is meglegyenek által egy kis tehetséggel, és valamilyen területen, és akkor a tehetséget azon a területen tudnák kifejteni, és emellett nem lenne idejük irigykedni, mondjuk mások tehetségre. Talán ez. Én nem tudom, hogy ebben irigység van-e. Én szerintem ebben inkább életfelfogás, életszemlélet, meggyőződés. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ő ezt azért írja, hogy magukat jutalmazzák, megérdemlik az egész úgyis csak egy kamu és fikció. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ő ezt irigységből írja. Ő írja ezt azért, mert valójában ez az ideológiája, a meggyőződése, a felfogása, és ő ezt valóban így gondolja. És azt mondja, hát ez nem magyar emberek készítették, ez zsidók készítették. Aha. Tehát, hogy milyen felfogás holott azért tudjuk, hogy ugye hány magyar embert vittek el, többek között ugye Magyarországról is, és azért nem kevés emberről beszélünk. Lehet zsidózni, Auschwitzban 400 000 magyar állampolgár, akik Magyarországon születtek, így magyar anyanyelvűek voltak. Javaslom, látogassatok el Auschwitzba, persze minek mennétek oda, már aki azoknak szól, ez természetes, akik ilyeneket írnak, és aztán menjetek el a magyar barakba, és nézzétek meg azt a kiállítást, aztán pedig gondoljátok már át, hogy miről beszélsz. És tényleg azért megdöbbentő, mert persze mindenkinek lehet véleménye, meg én elfogadom, meg értem, de hogy ez borzalom ezt olvasni. És az, hogy tényleg mi olyan hír lehet egyszer, aminél azt látod, hogy na most ennek tényleg mindenki úgy tud örülni, hogy nem gondol bele valamit, nem hisz valamit, nem a saját meggyőződését tartja szem előtt, hanem azt, hogy gyerekek, tegyük már félre egy pillanatra, hogy ezt vagy azt gondolok, hanem azt, hogy Helen Mirren felolvasta azt, hogy hát a magyarok már nagyon régen, és ez az ország nagyon régen kapta, és kimondták, hogy Hungary egy Golden Globe-on. Érted? Hogy miért nem így gondolkodnak, hogy miért kell ebben is meglátni azt, ami miatt nekünk ez most megint rossz, hogy megnyertük ezt a díjat. Tehát szörnyű az ilyen típusú felfogás azon kívül, hogy nyilván, tehát, na mindegy, nem tudom. Tényleg gondolkozhatsz másképp egyébként. Tehát még azzal sincs baj, ha azt mondod, hogy gyerekek, hát nem lett volna jobb, ha valami. Még ezt is csak a kult, tehát hogy a csomagolása a dolognak, érted? Ahogy ezt leírják tehát az emberek. Tehát a stílus maga az ember. Na, tehát, hát hogy amikor meg elolvastad ezeket a kommenteket, akkor meg látod, hogy hát nincs nagyon miről beszélni. Igen, nagyon szomorú ez egyébként, és azt gondolnád, hogy ilyenkor úgy mindenki tud örülni, de ilyenkor valaki ebben ezt látja bele, és ilyen típusú üldözési mániával, paranoiával, antiszemitizmussal átitatott kommenteket ír be mindenhova, és elkapsz ilyen beszélgetéseket buszon, munkahelyen, olyan emberek szájából, akitől lehet, hogy nem is várnád, amikor te mondjuk ennek örülsz, és 3 méterrel arrébb valaki tényleg ezt erről beszél, hogy miért ők nyerték, hogy nyerték meg, hát és ez nem egy magyar film, és ezt nem mi nyerték. Tehát, hogy többenet. Meg az tényleg ő sikerük többenet. Mit veszel ezektől az emberektől? Mit veszel tőlük? Semmi, hogy nem az ő kedvencük kapta a Golden Globe-ot, vagy nem nincs, az ő... Le, szerintem vagy nincs is mi? Neki kedvence. Tehát, hogy ő miért érzi azt, hogy még lett rövidítve? Szerintem ő magyar filmet utoljára valami Amerikát látta. A kommentelők. Igen, aminek rossz volt, aminek nincs vele semmi baj. És akkor, igen, és akkor valaki azt írja, hogy hát azért kaptak, mert ez a téma. Hát könyörgöm azért, amiről beszélünk, az elmúlt 10-20 évben azért más is kapott. Tehát ez is egy ilyen paranoid, hülye, rossz felfogás, hogy na persze. Én meg ki vagyok bukva augusztustalan szerelmes filmek miatt. Azok is mennyit kaptak az utóbbi. Itt más nem nyerhet. Szerelmes. Viszont ha feldolgozod Auschwitzot és feldolgozod a holokausztot, akkor ezért kaphatsz másért nem. Hát akkor az elmúlt 30 évben senki semmiért nem kaphatott volna, aki nem ehhez a témához nyúlt. Hát dehogy nem lehet kapni másért is. Ahogy kaptak kitűnő filmek, kitűnő rendezők, kitűnő színészek. Tehát a teljes paranoia, és az agyament paranoia, hogy bele se gondol, hogy micsoda butasság az, amit ő valójában leír. Nem? És nem azt mondja, hogy azért kapta, mert tehetséges, vagy mert valóban jót csinált, vagy mert olyan
olyan a képi világa, vagy esetleg elmegyek, megnézem, és eldöntöm, hogy tényleg megérdemelten. Azért kaptam erről forgatót, nem érdemli meg. Így könnyűen, így én is tudnék. Hát barátom, nem te fogod azt a kamerát, nem te találtad ki, nem te álmodtad ezt filmszalagra, így ebben a feldolgozásban, ugye, mert nyilván a történelmhez kellett nyúlni, de egy nagyon egyéni, szubjektív feldolgozással készítették ezt a filmet, teljesen más megvilágítás és más aspektusba helyezve, mint ahogy eddig készítettek ugye holokauszt filmeket, azért, ha ezt bárki ki tudja találni, azért nem te találtad ki, és nem te készítetted el, nem? Azt a fajta megvalósítási módot mondom a kitalálásra. Ahogy ezt elkészítették, mert hogy azt ugye hát ki kellett találni. Tehát a lecke fel van. Szóval, hogy elképesztő. Tehát, hogy lehet filmet csinálni, meg lehet akkor nem ezt a témát, hanem egy másik témát, ami adott esetben mondjuk másokat érint érzékenyen, azt a témát nagyon, ugyanezzel a minőséggel nagyon jó feldolgozni, és aztán el lehet vele menni házalni, mindenféle házalni idézőjebben, lehet vele nevezni mindenféle filmfesztiválokra, azt el lehet hozni a nagy díjakat, hogyha megvan bennetek ez a fajta tehetség. Igen, csak, és ez mindenen túlmutat, tehát hogy tényleg azt gondolod, hogy azért nagy baj is van itt. Vagy nagyba is lehet ezzel az országgal, nem? Hogyha tényleg ennyire semminek, akkor velünk nem tud olyan történni. Velünk tényleg nem tudna olyan történni, amiről azt látod, hogy ahogy nem tudom, mit tudom én, az angolok tényleg kimennek és megünneplik, hogy megszületett a kis trónörökös, és azt látod, hogy 30-40 millió brit egyöntetően ünnepel, és szeretik a királyi családot, és ez csak egy példa, és nem csinál semmit a királyi család, mert nincs igazi, nincsenek igazi döntési helyzetben, van az angol parlament, nem ők döntenek, hát ez egy státusz, amit ugye ők szeretnek, de imádják őket, szeretik őket, és meghalnának a királyi családért, és nekik ez van. És ezt kicsit irigyli az ember, hogy nekik egy ilyen van. Mert valamiért azt látod, hogy tényleg mindenki tud lelkesedni, mi pedig sohasem miért nem tudunk egyöntetően. Mert előbb szúrom bele a kést, meg abba, aki készítette, mint hogy én egyöntetően egyszer azt mondom, igen, ez egy jó dolog, ez velünk történik. Én is örülök, te is örülsz, és együtt örül 8-10 millió ember. Igen, nem? Végre pozitív aspektusban beszélnek az országban. De ez most csak egy példa volt, hogy egy csomó minden, amiért ők tudnak lelkesedni. Nem, valahogy nekünk kell lesz, hogy állandóan legyen valami, lebegjen valami ellenségkép előttünk, aki lehet dobálni, lehet köpködni, lehet rá kigyújt békát kiabálni. Hallgatom, hogy EB győzelemnek örülnénk, az egész ország. Abban nem lenne semmi. Na? Hát nem vagyok benne biztos, hogy nem találnánk valamit. Hogyha pénzt kapnak, akkor ennyi pénzből könnyű. Ha levernék a svájciakat, akkor na, a 11 falábút most összeáll a magarokat, én is lenyelem, ilyen döntőt bárki megnyert. Hát nem gondolom, hogy még akkor is oda tudnánk állni, mindannyian örülni. Egyébként nyilván nagyon sokan igen, meg hát az egész ország várja már. De talán tényleg jó példa, talán a futball az egyetlen, amire már több generáció olyan kiéhezetten vár, hogy valami legyen, hogy ott apa, fia, barát, kolléga, mindenki egyöntetően tudna örülni. De a trollok akkor is megjelennének. Persze, hát ez így van. Ugyanannak a témának a kapcsán. Ezt otthon a karosszébe falába belőttem volna azt a gond, de hát jó, ezt bárki belövi. Persze, nem. Érted? Kinek itt otthon például a hosszú Katinka esete. Most nem a mostani ügy, de a korábbiak. Tehát amikor elkezdtek jönni a sikerek, egyik oldal az vas lédizet, a másik meg Cox lédizet. Tehát, hogy ez. Tehát ez egyik piedesztár emel, és azt mondja, hogy istennő, és fantasztikus, és hihetetlen nagy sportember. Én azt gondolom, hogy ez, én inkább ez a táborhoz tartozom, a sport eredménye alapján, nem a mostani hajcél kapcsán, mert arról is van azért véleményem. A másik oldal meg azt mondja, hogy persze, meg Cox volt. Hát, szóval igen. De már most is jönnek hozzánk, és a kommentek, veletek van nagy baj. Így is van. Ez egy, ami nem baj, lehet nyugodtan. Viszont a mi adóforintjainkból készítették ezt a filmet. Uh-huh. Ez minden túlzás nélkül mondhatom, hogy a mi adóforintjainkból, elég sokat teszünk hozzá ehhez mi is, a mi adóforintjainkból még készítenek elég sok olyan dolgot, ami nekem jobban csípi a szememet. És többbe kerül, mint ez a film. Te vagy szomorú, Balázs, jósász lennél, kár, hogy kötelező a liberálisnak. Igen, itt áll a főnököm, és mutogat a szerződés, hogy ne felejtsd el, aláírtad, hogy liberális vagy, Lipsi vagy, itt van, 13.6-os kiegészítés, liberális vagy. Szólj a kicsinek, hogy ő se felejts el, honnan jött, mert nagyon sok berúgjuk. Olvass el a szerződést, nyilván. Igen, tehát ez valóban itt történik. Erről csak liberálisnak kell lenne, még ha lennék, vagy vagyok, oké, de hogy kell lennem, már a megfogalmazásom. Ott van a masszív paranoia, igen. Ezt valaki eldöntötte, hogy neked ennek kell lenned. Csak mondom, a hétfői napunk, amikor ugye két téma is volt, például az, hogy beszéltünk egyrészt a Saul fiáról, később pedig a kölni eseményekről, amik szilveszterkor történtek, amikor ugye egy több ezeres tömeg nőket erőszakoltak, meg raboltak, stb. Én abban a 4 órában először liberális köcsög voltam, utána pedig fotelnáci. Azért én is egy szép pályát futottam. Mert ilyen köpeny, mert ez bizony, hogy köpenyek forgató vagy. Hát köcsög. Kész. Igen. De azon szoktam gondolkodni, hogy az ilyen embereknek a
A megbékélése az élettel, az élhetősége, a családjuk, a mentalitásuk, hogy valójában szerintem nyilván az, hogy én ezt elolvasom és kicsit szomorúvá tesz, azért az ember ezen túl teszi magát. De hogy ez a fajta mentalitás, ez leginkább a saját környezetedet és saját magadat betegíti meg hosszú távon, nem? Tehát, hogyha tényleg soha semminek, és most hagyjuk a Saul fiát, mert valakinek van egyfajta meggyőződés, ami számomra nem elfogadható. És mindig fél évszázad örgölünk az órunk alá. Aha, és Mohácsot. Igen, tehát hogy mennyire keseríted meg ezzel tulajdonképpen a saját életedet, hogy az az alapattitűdöd és a lelki beállítottságod, hogy düböl, dacból, haragból, frusztráltságból soha semminek. És minden rossz, és minden szar, és mindenki, és ami itt történik, az soha semmi nem jó. Nem? Tehát ez nyilván leginkább magadra hat vissza. Nem mintha félteném az ilyen típusú embereket, csak gondolkozom, hogy nem lehet könnyű neki se egyébként, aki ilyen szinten van. De ő nem veszi van, ezt észre, nem veszi észre. Ebben szeret élni. A troll az szereti azt, hogy ő troll, szerintem. Uh-huh. Mert az jó, mert tudsz mindig fröcsögni valamin, ahelyett, hogy a saját dolgaiddal foglalkoznál, vagy a jót meglátnád, megkeresnéd, ahelyett jó oda mondasz. Tehát van, aki elég rígy. Olyan jól értesülnek tűnsz. Igen. Jó, te meg jól oda mondtam. Te azt nem tudod, hogy tudni, te átlátod ezeket a dolgokat otthonról. 8. emeletre a panelből, nem? Tehát, hogy így, érted? Mi se látjuk át. Körülöttünk lévő emberek nagy része sem látják, hogy mi történik a színfalak meg. De vannak olyan okosok, akik mindent tisztán látnak. Igen, szomorú ez. Na jól van, játsszuk egy kicsit vidámabb témával, megyünk tovább. Megmutattuk, hogy mi a beugró a hármas ugrásra. Úgyhogy, ha minden igaz, akkor már itt is van a játékosunk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Melinda, hello, honnan hívtál minket? Szia, Rákóczi faváról hívlak benneteket. Istenem, alattvalom! Hát így könnybe kerül. Rákóczi falva, gyerekek. Új Rákóczi falva. Melinda, nem úgy volt, hogy Soros György játszik? Most már ő szponzorált az előző megszólalás. Igen. Melinda, mi volt a mix? Mit hallottál? Karamelt, Black to Black-et. Ja, ennyi elég is. Karamell, Back to Black, így van. Igen, őket ismertem fel. Volt még Gotye. Őt nem tudom. Gotye is itt Gotye, volt. Nem tudom. Gotye? Ő Gotye? Ki a jó lesz Gotye. Az a Gotye. Gotye. Volt Gotye is. Már meghallgatom. Bocsánat, csak meghallgatom ezt a Gotyét. Aha, nem tudom. Ebből mi van. De tudod, ahogy meghallgatom, rögtön tudnád, melyik darról van szó. Biztos sokat játszunk. Na figyelj, Melinda. Milyenek a kérdések, János? Azt mondja, hogy nézem is, szerintem totálisan vihető. Ó, remélem. Izgulsz, Melinda? Tízes skálán hatos. Mit csinálsz, milyen foglalkozol? Virágkötő vagyok. Ó, és most ott vagy egy virágboltban egyedül? Nem, egyedül, hiszen vásárló vannak, férjem van kint, ő is hasonló iparban dolgozik, úgyhogy igen. Melyik az a természetes alkotórész, amit a legtöbbször tudtok felhasználni egy csokorhoz? Természetes alkotó. Aha, igen. Mondjuk, tudom, amikor elhervad a többi, és akkor szétszeditek, és újra kötök belőle egy koszorú. Hát, nem szoktam újra hasznosítani, mert hál' Istennek elviszik a csokrot, amit készítek, úgyhogy nem szoktam újra hasznosítani. Ez egy meditatív munka, én azon gondolkozom. Bejön, kér egy csokrot, szépen megkötöd, leszeded a virágot, csokorba teszed, díszíted, odaadod. Ez egy tök jó munka. Ah, persze, kívülről így látok, igen. Ez valószínűleg ugyanaz, amiről ma témáztunk. Igen, hogy milyen a vező. Rágod a körmödet, és ideges vagy, miközben díszíted a narciszt. Tehát én azt látom, hogy a nyugodtan kiegyensúlyozott díszítenek, szeretik, amit csinálnak, és olyan klassz, klasszul megy az egész. Így van, én is úgy gondolom, hogyha valaki szereti, amit csinál, edesül ez szép környezet, úgyhogy nem gondolnám, hogy panaszom lehet. Na jó, menjünk? Várom a kérdést, igen. Így szól az első kérdés. Melyik sportág olimpiai, világ és Európa bajnoka Csapó Gábor? Vízilabda. Így van, vízilabda. Csapó Gábor. Így szól a második kérdés. Mi a különbség a harangvirág és a tátika között? Erre nem válaszolok. Az, hogy a tátika plébe. Nem, de hogy is. Nem. Csak gondoltam, hogy virágkötőre. Ajjaj. Jó, már tényleg. Azt mondja, hogy melyik hangszer virtuóz művésze Aldi Meola? Aldi Meola. Valami fúvos? Nem segítünk. Aldi Meola. Már nagyon híres ő.
akivel sokat játszott itthon, na az fúvós, illetve ő fúvós, igen. Bocsánat. Fúvós. Illetve horgas. Igen. De ő nem. Nem, ő nem. Ő nem fúv. Akkor... túl volt kicsit. Most pont belemondtam a gíj. Egyébként tényleg belemondtad. Igen. Na akkor most megadod, vagy nem? Hát akkor belemondtam. Sokat akkor vártunk, de benne volt a... Csak akkor mehetsz tovább, ha nem állsz meg. Oké, megyek tovább. Ja, hogy megadjuk. Megadjuk, de csak akkor tovább küldjük. Tehát megadjuk, de belehajszoljuk a szakadékba. Szimpatikus vagy, Feri. Ez mindig, ez az oldalad mindig tetszett. Jó, legyen így, na akkor legyen ez egy gesztus, hogy megadjuk, mert hogy már elhangzott ugye a dudaszó, te rámondtad, ami most megítélés kérdése, hogy a rámondás az megadás, vagy ha már dudaszó van, akkor már nem mondhat az ember semmit, nincs szabálykönyvünk erről ennyire egyértelműen, akkor viszont menj tovább, jó? Köszönöm a lehetőséget, menni fogok tovább, figyelj. Igen, várom a kérdést. Így szól a harmadik kérdés. Milyen technológia segítségével küld tárgyakat a jövőből MZ/X a Mézga családnak? Mi ez a... MZ/X Mézga családnak. Hogy hívják ezt? Pedig láttam ezeket a filmeket kicsi koromban. Teleportál... Van ennek egy konkrét neve? Ilyen kis buborékok repkednek a levegőbe, spirál alakba, és azon szoktak jönni a tárgyuk. Nem tudunk többet várni. Ez a fényposta. Fényposta lett volna. Hát ez nem jutott volna eszembe amúgy sem. Nem, mert kicsi voltam, amikor ezeket néztem, ezeket a filmeket. Hát ez egy jó régi. Igen. Na bumbazunk egyet, indulnak az ajándékcsomagok, figyelj, tikit, aki. Ahogy, de gyönyörűen indít. Azt, amicsoda bumból. Sajnos nem. Nem. Tegnap adott, sajnálom. Nem ad. Nem ad mindig. Igen. Köszi a játékot! Nem baj, köszönöm a játékot, jó volt veletek beszélgetni. Berend is, Melinda. Puszi, ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9:30 múlt, pontosan 4 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan. 2 perc múlva jó reggelt. Kívánom mindenkinek, itt vagyunk. Egy Király Viktor dal után is mutatjuk, hogy miről is volt szó ma reggel. Érdekes, furcsa vevőket kerestünk, mert hogy nagyon sok hallgatónk dolgozik egy gyógyszertárban, élelmiszerüzletben, zöldségesnél és egyéb olyan helyeken, ahol valamit ugye árulnak, eladnak. Mert egy amerikai fiatalember, ugye belőle indultunk ki, a Starbucksban érezte azt, hogy hát eljött élete nagy pillanata, és hát könnyítenie kell saját magán, és hát kértük hallgatóinkat, hogy talán ők is sokszor találkoztak már furcsa, visszatérő, visszajáró vevőkkel, vendégekkel, akik mindig valami megmagyarázhatatlant akarnak venni, fura szokásaik vannak, reklamálnak, vitatkoznak, vagy keresnek valami olyat, ami nincs a boltban. Kértünk benneteket, hogy küldjetek el nekünk, hogy nálatok ki a legfurcsább. Egészen elképesztő SMS-eket kaptunk. Számítottunk rá, hogy jön, igen. De hogy ennyi, arra azért nem. Igen, meg azt sem, hogy ennyire félreértjük a hírt, mert utána egyik kedves hallgatónk fényt gyújtott ugye az agyunkban, és megírta nekünk, hogy gyakorlatilag csak egy házi kopi lovaknak a gyártásáról van. Igen, emberünk a Starbucksban legyájtott a házi lufakot, igen. Szóval furcsa vásárlókat keresünk, nagyon sokan írtatok nekünk érdekes vásárlókról. Valamint nagyon helyes vendégünk volt, és számunkra egy kis ismeretlen világot tárt fel. Acél Zoltán volt a vendégünk, aki hát, mit mondjak, társasjáték szakértő, gamer, így is lehet mondani, gamer. Van egy kis klub, egy kis helye. Gamer guru, ahol a társasjátékozni járnak össze az emberek. És behozott nekünk néhány számukra teljesen ismeretlen társasjátékot, csak hogy egy kicsit, hát bepillantást nyerhessünk ebbe a számukra igencsak zárt világba. Keveset tudunk a társasjátékokról, Zoli viszont annál többet. Pici, apró volt, minden ide vitó, rohangált kibe, és függő, igen. Hagyott itt néhányat egyébként. Megnézzük majd a társasjátékot. Hogy játszunk? Így a társasjáték. Nem, egyszerre nem tudta elvinni. Ja. De mi az a visszük? Szóval vele beszélgettünk, és arról is többek között, hogy mik történnek ezen a helyen, kikivel mit játszik. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 7 perc van pontosan 10 óra. Csabi, jó reggelt! Jó reggelt! Szevasztok! Hello, mi újság van? Kihasználtam, hogy szép idő van, és futottam ma reggel. Na, te jó vagy! Mennyi? Hát most csak egy 3 kilométert, mert el kellett vinnem az új autómat szervizbe fékcserére, és hazafutottam.
Olyan büszkén mesélt, hogy Feri, végre nem kell húznod az öreg Fordot, vettem az új jó van. De, de így vettem meg, hogy tudtam, ja, hogy kell majd rajta fékcserét eszközölni, és akkor ezt most elléptem. De aztán tényleg így döntöttem. Leadtad a kulcsot a szervizbe, és hazafutottál? Esküszöm. Zseniális. Kis melegítőben fejpántal mentél már a bemelegítést, ott végezted el a szervizbe. Fejpántot nem vittem, de sapkát igen. Nagyon jó. Én láttam már egyébként futószerelésben a Csabit, és hát meglehetősen rétegesen öltözik fel, ami azt jelenti körülbelül, hogy szerintem felvesz mindent, amit kint talál a fogason. Fázós. A gardróbban. Hát de nem. Hát de most figyeld meg. De mi? Nem, igazad van egyébként. Is beszéljek, én érted, hát nem lehet. De tudod, harisnya, a harisnyán egy nadrág, a cipő hosszú, esőkabáton egy mellény, fejpánt, sapka, kesztyű, minden marad. Hát a réteges öltözködés. Hát, elolvastam a futó kézikönyvét, és az első oldalon a réteges öltözködés volt. Igen. Sok a környéken az elleresztett kutya is. Ha maradjon rajta valami ruha, mindig hazai. Milyen más, hogy nem Budán van a szerviz, nem Csami? Milyen lefelé futni, jó? Erre azért figyeltem, hogy... 3 kilométerre van pont, lemértem. Ott jártam nálatok tegnap valahol. Tényleg? Rákos, miért borzasztó. Milyen borzasztó. Meg ez annyira messze van attól, hogy én lakom, hát ha ti jöttek arra felé, akkor ti érzitek azt, hogy te vagy nem messze. Igen, hát, igen, csak valahova oda kellett mennem, ott egy, jössz le egy felüljáról, és egy baromi nagy tetyóhoz érkezel meg, igen. És akkor el kell menni. Na ott van a szerviz, onnan futottam én haza. Ott jártam tegnap, és eszembe jutottál, hogy mintha erre felé lakta Csabi. Hát miért nem jöttél be egy kávéra? Nem tudom már pontosan, hol laktok. Én még 100 évvel ezelőtt voltam nálatok. Hát de már nem emlékszem. Telefonszámom meg van még. Én is tudtam, hogy itt vagy a rádióban. Csabi, Csabi, itt állok az egy hülye. Kíváncsi műsort vezetek. Fél egy van, itt vagyok a rádióban. Csak eszembe jutottam be arrafelé. Arrafelé meg, voltam. Megmondtam, hogy nagyon szarok kávét. Az a másik. Az a másik, hogy nem vagytok túl jó vendéglátok. De hogy is. Na, hívjuk a naphallgatóját. De jó fejek vagytok. Gyerekek játszanak már? Mivel? Mi a pöcsükkel? A fociznak már? Mi volt a gyermek edzése? Hát persze. Hogy ne fociznának? Hát nem is volt kihagyás sem, ne viccelj. Hát ha ez egy... Barincsó? Ja, az bizony, jó reggel. Nem írtod alá, hogy hívnak. Csabi vagyok. Csabi, hello, te küldted nekünk azt az SMS-t, hogy tápláli kiegészítőket árulunk, egy 50 éves forma a csóka hetente bejön, és megtapogattatja velem a bicepszét. Igen, igen, igen. Csabi, ez valóban így van, hogy minden héten jön egyszer, tényleg? Hát, hogyha nem is hetente, de egy havonta két áram alkalommal, igen. És növekszik, vagy stagnál? Mit éreztél rajta legutóbb? Hát, stagnál. És bejön, megfogod a bicepszét, megdicséred, kimegy, és ennyi? Hát, előtte beszélgetünk egy kicsit. Tehát mondogatja, hogy hogy ez, meg mit csinál. Zseniális. Utána, hogy szóba hozza, hogy egyébként ő még mindig formában van. Óriási. És old school arc, amíg a feketeféle erőműhelyben könyvből tolja a gyakorlatokat, vagy pedig halad a korral? Hát egy erőemelő. Egy igazi erőemelő. Aki csekkoltatja a bicepszét. Nem is azt mondja, hogy erre ajánlj valamit. Vagy nem, de nem vesz semmit, gondolom. Vesz semmit. Semmit nem vesz. Ne, egyébként szokott néha. Tényleg? Igen, szokott vásárolgatni. Egy-két táplálék kiegészített, utána bicepszet csekkol is indul. Jó, jó formának tűnik. Csabikám, elküldted nekünk az SMS-t, mondtad, hogy morning show, úgyhogy te vagy a naphallgatója. Jó van, köszönöm szépen. Jó? Küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Minden jó, sziasztok. Hello. Jó, egy jó kis old school erőemelő, aki még mindig a sportlobbit keresi a polcot. Az az igazi. Csabikám, remek zenék? Joe Jonas-t hozom nektek, illetőleg az új csapatát. Joe Jonas mindenkinek megvan, akinek a gyermeke otthon Disney-t néz. Egy, annak idején Jonas Brothers-el tűnt fel, ilyen fiataloknak szóló zenéket készítettek. Most egy szinttel feljebb lépett, az a csapatának a neve, hogy DNCE. Disney-t? Két Y-nal, ahogy sarkokat, ha írja? Véletlen. És egy ilyen jó, nagyon jó funky dalt hozok nektek tőlük, Cake by the Ocean. Ezt ajánlom. Cake by the Ocean. Igen. Cake, mint az óceán. Cake by the Ocean. A pénteki művelődési jazz programja. Cake by the Ocean. Meghallgatjuk. Csabi, a kívánság műsorral 555-55-00. Kérjetek tőle dalt, annak ő nagyon örül, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország épült.